Ez egy rendhagyó téma, nem én voltam az ötletgazda, nem is nagyon illik az előző alkalmak téma köréhez. Magyar irodalom rejtelmeibe fogunk egy kicsit, nem azt mondom, hogy elmélyedni, belefeledkezni, de magyar költészet az mindig izgalmas annyira, hogy érdemes vele foglalkozni. És olyan módon, ahogyan általában nem szoktak. Ady Endre a főszereplő jelen pillanatban, jelen alkalommal ezen az előadáson. Van egy oka is, Raffay Ernő kiváló könyve. Nem tudom, hogy ki olvasta, ki szembesült vele. Ezek általában tudott dolgok. Egy nagy szerencse viszont van, hogy amikor már évtizedekig leülnek dolgok, és valakinek földobott kő vonatkozásában van bátorsága az álló vízbe követ dobni, na most Raffay Ernő ezzel a könyvvel ezt megtette. Ugyanakkor pedig, hát mi egy teljesen más irányból fogunk közelíteni, és nem a szerecsen mosdatás rejtelmeit próbáljuk majd meg itt eszközölni, egy kicsit árnyalódni fog majd reményeim szerint a kép. Tehát egy biztos, történelmi síkon, ha valaki mondjuk Ady Endre személyiségével foglalkozott, mondjuk ismerte őt személyesen, senki ne gondolja azt, hogy egy nagyon udvarias, megnyerőmodorú, sármos, kedves, jóságos ember benyomását tette a környezetére. Tehát ha volt kekeckedő, ha volt, ki kell mondani, bunkó, ha volt alkoholizmus és egyéb ajzószerek rejtelmeibe időnként mélyen, magasan belemerülő, kötözködő, izgága, hát ez mind Ady Endrére gyakorlatilag ráillik. Ugyanakkor voltak jó tulajdonságai is, tehát elsősorban most a magyar költészetnek egy olyan vonulatát fogjuk közelíteni, ahol az ő költészete az nyilvánvaló módon a méltó helyét fogja megtalálni. Tehát magának az Ady jelenségnek, Ady költészetének, ha nem is annyira a költészetének, de azért hozzá kell tenni és el kell mondani, hogy ez vonatkozik a költészetre is. Tehát nincs előzmény és nincs folytatás. Most az, hogy Ady Endre életében már kis Ady Endrék szaladtak, és Ady Endre stílusában verset írtak, hát ez nem azt jelenti, hogy egy költészetnek a folytatása, hanem ez azt jelenti, hogy Ady Endre szeretett epigonokat nevelni, és ugyanakkor pedig tudni maga körül, mint szolgákat és hódoló személyzetet. Ezt egyébként nem én mondom, a kortársak általában nagyon szépen el szokták mondani. Szabó Dezső például, aki leírja az egyik kis rövid tanulmányába, hogy hogyan ismerkedett meg Ady Endrével, elmondja, hogy 20 alkalommal úgy megközelítőleg találkozott vele, ugyanakkor Ady Endre őt nem kedvelte meg, ennek Szabó Dezső megadja az okát, hogy miért, tehát úgy viselkedett egy asztaltársaságban, hogy valahogy nem érzett együtt Ady Endrével, és még Adynál is modortalanabbul viselkedett. Ez nyilván egy Ady Endrének fájó pillanatokat okoz, de egy-két nagyon szellemes megállapítással él, hogy a fejedelmi, és tényleg Ady Endrében a leírások szerint is, hát neki volt egy kisugárzása, volt egy megjelenése, hát ezt úgy is szokták egy kicsit ironikusan mondani, aki ennyire a gyengébbik nemnek a hódolója, és a gyengébbik nem így gyakran megnyílik valakinek, hát abban a férfiben nyilván van valami. Az más kérdés, hogy de ezt most nem fogjuk feszegetni. De tényleg sokan elmondják a kortársak közül, ha ő belépett valahova, akkor lehetetlen volt nem észrevenni. Viszont ami nem tetszett szinte senkinek, az, hogy időnként Szabó Dezsőt idézem, ezt a fejedelmi önmagát, amit Ady Endre jelentette, ezt a ripacsként játszotta el. Tehát az, hogy ő adiskodik, és Ady Endrét Ady Endre eljátsza, de körülbelül úgy, mint az Operett Színháznak a színpadán a legtehetségtelenebb előadók, ez úgy jellemző volt rá. Na mindezeket csak azért mondom el így rögtön a bevezetőben, hogy majd érzékeljük, hogy egy személyiségnek rengeteg oldala van. És nem biztos, hogy a felszín ugyanazt jelenti, amit a mély. Főleg egy olyan költő esetében, aki elmondja, hogy minden egész darabokban, minden láng csak részekben lobban. Tehát újra jelzem, nem felmentési kísérletet fogunk itt folytatni, hanem a képet megpróbáljuk árnyalni, és egy egyetemes távlatban elhelyezni az ő költészetét, és egyáltalán amit ő üzenni akart. Mert az üzenet az tényleg érezhető módon jelenik meg. A magyar költészetnek van egy olyan útvonala, és ezt általában irodalomtörténészek nem csak Magyarországon, hanem külföldön is rendre észreveszik. Már mindenhol van költészet, mindenhol anyanyelven versek születnek, viszont kevés helyen tudják azt elmondani, tehát ha nemzetközi kitekintéssel rendelkezünk, hogy lenne még egy olyan erős irodalomtörténeti vonulat máshol, bárhol, ami a magyar költészetre mondjuk fél ezer éve bizonyítható módon jellemző és megvan. Tehát azt kell mondani, hogy majdnem példátlan. Most azért nem mondom, hogy példátlan, mert példát mindenre lehet találni, de mivel irodalomtörténészek, nem hazaiak, hanem külföldiek elmondják, hogy a magyar irodalom, tehát a vers, a lírai költészet abban különbözik mondjuk európai mércében, mezőnnyel mérve másoktól, hogy rendkívül egységes. Na most mi az, ami megteremti ezt az egységet? A témaválasztás. Tehát az, hogy a költészetben a szerelmi líra az elsődleges, és általában minden költő vagy ír, vagy szeretne írni, de általában a költészetben mindenkinél megjelenik a szerelmi költészet. Olyan viszont, hogy ez a szerelmi költészet, ez nem csak egy párkapcsolatra vonatkozik, hanem a haza szerelmére is, és Isten szerelmére, tehát egy hármas egységet alkotva, ugyanaz a szerelem, ami mondjuk valaki felé irányul, gondoljunk Balasi Bálint műveire, az ugyanúgy irányul egy másikon a magyar haza felé. És hát bármikor vérért áldozza a haza megmaradásáért és a szabadságért. Ugyanaz a Balasi Bálint, ugyanazon a lírai nyelven, hát magáról, az Istenről is a szerelem nyelvén tud vallani. És ez az, amit gyakorlatilag végigvonul a magyar költészeten. És van még egy vonulat, amit, hát ha nem keresik, nem találják. De hogyha figyelmesen olvasgatnak magyar költőktől, akkor léptennyomon előtérbe kerül. Ennek nem szoktak örülni, nem tudom, hogy miért nem, nem én írom ezeket a verseket, és nem Márai Sándor találta fel, de amikor megfogalmazódik az, hogy népe Krisztus a Magyarország, ennek előzménye van a magyar költészetben. Tehát ez azt jelenti, hogy nem 1956-os szabadságharc adja okát egy ilyen megfogalmazásnak, hanem újra megfogalmazták egy történelmi esemény kapcsán a magyar irodalom jelesei azt, hát amit már Janus Pannonius is megfogalmazott, csak nem magyarul. De nyilván magyarul gondolkozik, mikor él, és nyilván magyarról fordít latinra. Ha valaki elolvassa az ő verseit, többek között az Árvíz címet viselő hatalmas művet, akkor abban van egy mondat. Ezt úgy igyekeznek kikerülni. Hát ennek több oka van, többek között az is, hogy Janus Pannonius tudja, hogy ki az apja, ki az anyja, és érdekes módon nincs identitás zavara. Tehát ezt azért kell jeleznem, mert ha valakire rá lehet fogni mondjuk olyat, hogy esetleg nem magyar származású, hát még akkor is ráfogják, ha garantáltan magyar származású. De ez egy külön kérdés. És az, hogy Csezmiceinek hívják, mindenki tudja, hogy nem úgy hívják. Na most, hogy érthető legyen, hogyan kerülnek bele irodalomtörténelembe, vagy történelembe, olyan vélekedések, olyan képzettársítások, olyan megnevezések, aminek semmi valóságos tartalma nincsen. Hát könyörgöm, ha Janus Pannonius elmondja, hogy ő ott született, ahol a dráva beleszalad a Dunába, és ott nincs Csezmice, akkor miért hívják Csezmicei Jánosnak? Hát erre szokták azt mondani, hogy csak. Mert ebből jó lexikonadat lesz majd valamikor. Azt is lehet tudni, hogy ki fogalmazza meg, kiváló irodalom, művelődés, történész. Tehát 1920-as években pécsi illetékességgel ír kiváló könyvet Janus Pannoniusról és koráról, és akkora a tekintélye, hogy az ilyen adatokat gyakorlatilag nagyon ritkán bírálják felül. És amikor felülbírálják, hát ez így szokott lenni, addigra már olyan késő, ismerjük, amikor egy újságban megjelenik mondjuk valami dörgedelmes hazugság, és utána másnap pedig egy kis helyreigazítás. Na nyilvánvaló módon lehet tudni, hogy a mi első hírélmény, az meghatározó, utána azt már toltozgathatják, igazgathatják, cáfolgathatják. A hírnek van egy titka, az olyan, mint a vödörben a víz. Ha kiöntik, akkor kiömlött. És bárkire rá lehet önteni bármit, ahol nincsen mondjuk erkölcsi szempont. Ezzel együtt ő úgy fogalmaz Árvíz című versében, ahol egy lassú áradási folyamatot, tehát esőzésekről van szó, megárad a Duna, megárad a Tisza, megáradnak a Kárpát-medencei folyók, aztán a földkerekség ismert folyóit is az Industól a Nílusig szépen a Tigrisen, Eufráteszen keresztül sorra veszi, és így jut el egy egyetemes ítélethelyzethez. Tehát, mintha egy új özönvíz születne. És itt fogalmazza meg az alapvető tételt. Most először, hogy milyen származásúnak, nemzethez tartozónak tartja magát, így fogalmaz, hogy mi húnok. Tehát mi húnok. Na most ezt még el szokták nézni, utána van probléma. Lennénk megváltód. Bűn fia, emberiség. Most azért gondolom érzékelünk valamit. Tehát ez azt jelenti, hogy egy nép történelmében igenis van egy olyan magasrendű küldetéstörténet, egy olyan küldetéstörténet tudat, amire mindig nem hivatkozik, nem fog rá állandóan újjal mutogatni, de egy biztos, pontosan tudja, hogy mi a szerepe ezen a földön. Na most ehhez képest, amikor Ady Endre azt mondja, hogy ezerszer messiások a magyar messiások. Most ezen érdemes eltűnődni. És az, ami közötte szerepel, tehát gondoljuk végig Vörösmarty Mihály verseiben, Petőfi Sándor verseiben, hát csak a legismertebb költőket idézem itt, bizony mindenhol ott van az az üdvtörténelmi vonulat, hát Petőfi és nyilván az a nemzedék áld a magyarok istenét emlegetik. Égen, földön magyarok istene. És amikor Petőfi a szabadság útjait keresi, bizony Jézus Krisztusi példázattal él, és hát a legáltalánosabb az, hogy ő a szabadságot, ha a műről van szó, akkor evangéliumnak tekinti, a szabadság evangéliumának. És ugyanúgy apostoli küldetésnek és megváltói feladatnak, ahogy az a kereszténységben benne van. Tehát létezik a magyar költészeten belül egy rendkívül érdekes, rendkívül izgalmas, nem csak a magyarságra jellemző. Miért? Azért, mert például az orosz irodalomban és a pravoszlavizmusban, hát gondolom tudjuk, minden 19. századból orosz író, költő, vagy éppen a nagy vallásos gondolkodók állandóan abból indulnak ki, hogy annak a népnek milyen messiási küldetése van. Na most ezt állítják vakvágányra olyan módon, hogy lesz belőle majd 1917, és akkor megmagyarázzák, na ez volt az évszázadokig lappangó nagy messiási küldetés. Tehát az, hogy egy népnek van hivatás tudata, hogy érthető legyen, az nem magyar jelenség, de a magyarságnál is megvan, akkor miért kell állandóan tagadni? Miért kell úgy csinálni, minthogyha nem lenne? Hanem ilyenkor azt kell megvizsgálni, hogy adott népek viszonylatában egy keresztény eszmerendszeren belül mi az, ami különbözőség, hova helyeződnek a hangsúlyozások. Egy biztos, a magyarság soha nem hivalkodott egy ilyen belső érzés-élményvilággal. És ezért nem tűnik fel nekünk, hogy itt azért Janus Pannonius nagyon határozottan kimondott dolgokat, és őt legalább illik ismerni. Na most jeleztem tehát, hogy Ady Endre világában Ez alapvető síkon jelenik meg, megint nem én mondom, Kosztolányi Dezső leírja, Kosztolányi Dezső nagyon nem szerette a Djendrét. Tehát, hogy érthető legyen, szokjunk hozzá dolgokhoz. Attól, hogy valaki valaki, az nem azt fogja jelenteni, hogy akkor mindenkinek tetszeni fog. Hát aki éppen napszúrást kapott a nap hevétől, valószínűleg a napra nem fog azon a napon olyan édeskedvesen és alázatosan gondolni, hogy milyen jó az, hogy van nap, és a földön van egy fénysugaras élet. Tehát az élet azért időnként helyzetekhez igazodik. De hogy érthető legyen, újra jelzem Raffay Ernőnek a művét, azért tartom fontosnak, mert nagyon ellaposodtak itt, hogy úgy mondjam, nem az, hogy gondolatmenetek, hanem saját értékeink ismerete mentén olyan sztereotípiák alakultak ki, amit gyakorlatilag, minthogyha egy ilyen állandó, folyamatos médiakampány kellős közepén belül tájékozódnánk. És amit éppen kell mondani, hát az kórusműként fel szoktuk mondani. És tényleg, hát edzettebbek azért tudják, de a tájékozatlanabbak. Hát ha megkérdezzük, hogy Ady Endre nagy költő, mindenki mondja, hogy óriási költő. És akkor visszakérdezünk, és olvastad a verseit? És akkor talán valami úgy halvány, tehát hogy mondjam csak, tehát előbb jelenik meg bennünk az a kép, hogy ő egy óriási költő, mint az, hogy egyáltalán mit írt. Mitől az? Mert garantáltan lehet tudni, és Raffay könyve erre figyelmeztet, hogy ha Ady Endre nagy költő, akkor nem azért, amit belőle csináltak. És úgy tűnik, hogy Ady szinte jelentkezett, hogy belőle ezt csinálják. Tehát nehogy elkezdjük őt sajnálni, mert az is el szokott terjedni ilyen érdekes honfiúi körökben, hogy hát mások vitték rossz utakra, ismerjük, és már tényleg andalító muzsikaszót is hallunk. Nem, Ady kereste a rossz utakat. Tehát ha volt valaki, aki tudatosan a rossz utakat kereste, hát akkor Ady Endrének hívták. És ha valaki elmondhatja azt, hogy sem utóda, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek, na most ez az Ady Endre küldetésére, költészetére is tökéletesen ráélik. Tehát az egyediségét kellene vizsgálni, hogy tulajdonképpen miért így nyilatkozik meg, miért ez az út, miért ezek a szabályai, és az, hogy egy tragikus életpálya, az megint vitathatatlan. De az, hogy ő úgy igazából végeredményben, hát engedelmet kérek, amíg ilyen verseket ő időnként propaganda céllal, na nem úgy tekintették, hanem kérésre. Lehet tudni. Hát ha ő leírja azt, hogy Dózsa György unokája vagyok, akkor egyet lehet tudni, hogy ne tessék mondani. Hogy lennél már te Dózsa György unokája, amikor Nizzába, Monte Carlóba, kaszinókba, játékbarlangokba szétiszod az agyadat, és a maradék pénzedet is elszórod? Hát lehet érzékelni. Véreim magyar proletárok, megint ne tessék mondani. Hát lehet érzékelni. Az életvitel és a programversek között, hát köszönő viszonyban nincsenek a dolgok. Hát legalább a látszatra kellene ügyelni. És ő azért mindig tudott arra adni, hogy ő inkább egy úriember. Tehát bármennyire hihetetlen. Ezt elmondják a kortárs, kicsit bevörösödött méltatói is. Hogy nem tudott kibújni abból a vidéki, hétszilvafás, nemes úr szerepből, hát amiből nem is bújhatott ki, mert ennek született. Tehát ebbe született bele. De hogy közelítsünk a téma menetéhez, tehát hogy megkeressük azokat az apró tényezőket, apró ügyeket, amelyek tényleg hihetetlenül fontosak és lényegesek, hát szemelgetünk egy-két kortárstól és utód nemzedékek tollából, hogy hogyan látták őt, mit tartottak fontosnak, vagy egyáltalán hogyan képzelték el, hogy mit alkotott. A legtöbb idézet, mert ilyenkor jó, hogyha sok minden együtt van, tehát én nem nagyon, hát az hogy az Ady Endrére vonatkozó irodalom az milyen hatalmas, milyen óriási, ezt mindenki tudja. Én egy-két művet fogok itt ajánlani, miért, meg könnyen hozzáférhetők, ugyanakkor pedig, ami bírálat esetleg elhangzik, majd állandóan azon nyomban ellenőrizhetővé válnak. Az egyik Bölöni György. Hát ez gyakorlatilag tananyag, ismeretlen Adi. Adit érdekes módon mindenki ismeretlennek tekintette. Tehát nem ez az egyetlen cím mondjuk Ady Endréről, hogy az ismeretlen Ady, tehát könyv formájában. Bizony érezni, hogy itt van egy izgalmas ügy. Na most Bölöni György miért ad egy ilyen címet neki? Ez is hihetetlenül egyszerű, mert nem hallgatja el a rossz tulajdonságait. Tehát, hogy érezhető legyen, zseninek tartja, kiváló embernek, vátesznek, óriási költőnek a 20. század akkori, tehát eleve Párizsba is úgy mutatják be Ady Endrét, mondjuk Anatole France-nak, vagy bárkinek a kor legnagyobb francia művészei és írói világán belül, hogy Magyarországon most Ady Endre a legnagyobb költő. Az más kérdés, hogy Ady Endrét viszont, gondolom tudjuk, soha nem tudta a világhírnév szárnya magasba vinni, mert mondjuk, ha egy Petőfi Sándort már a 19. században egész Európa ismert és szinte követett, ezt nem árt tudni, tehát a 19. század második felében a költő, a költészet Németországban, Franciaországban, Itáliában mindenhol azt jelentette, hogy Petőfi Sándor. És a Petőfi Sándor verseit kínaira lefordítják, pedig a magyar költészetet, a magyar nyelv sajátosságai miatt, rendkívülisége miatt, árnyala, szókincs gazdagsága miatt, kifejező ereje miatt nem nagyon tudják más nyelvekre lefordítani. Mégis Petőfi esetében egy nyelvek feletti szinten, mert ezt lehet érzékelni, hát ha ennyire népszerű, nem már tudni. Petőfi Sándor is népszerű a világban. Nyugodtan erre is lehetne, hogy úgy mondjam, mai útkereső, hírnévkereső energiát fordítani. És ráadásul irodalmi értéket találnánk. Tehát újra gazdagodhatnánk belőle. De egy biztos, ezen az úton haladva érzékelni lehet, hogy az a gondolatgazdagság, ami a költészetére jellemző, a hasonlatok valamilyen szinten úgy tűnik mégis átmennek. Kicsit egyszerű a megfogalmazás. De most Ady Endre soha nem tudott átmenni. És nem azért, mert nem voltak jó fordításai a versének, német vagy francia vagy angol, hanem egyszerűen nem olyan típusú költészet. Tehát nem lehet jól úgy lefordítani, hogy az a zamat, az a hangulatvilág, hogy ne csörömpöljön, ne zörögjön, ne legyen patetikus, ne legyen már annyira szimbolikus és romantikus, hogy az ember kifordul arról a helyről, ha ilyeneket hall. Tehát ott már nem tudnak a fordítók ilyen módon üzenetet könnyen átvinni. Hát gondolom észrevettük, Ady Endrének tényleg nincs hírneve. Madács Imrének van ember tragédiája. Megint a világ minden táján, minden nyelvén le lett fordítva, és ahol megjelent, hát nyilván szűkebb, tágabb körök számára, hát egy óriási revelációs élményt jelentett. Ady Endre nem. Úgy tűnik, nagyon ideszól, semmi probléma nincs vele, csak fel kell tenni a kérdést, az okokat, hogy adott esetben miért. Na most a fordításról, ezt én is úgy hallottam, de ez egy annyira jó példa, hogy teli találat. Tehát mi okozza a fordítási nehézségeket mondjuk magyar nyelvről más nyelvre? Amikor József Attila évforduló volt, 1905-ben született, 2005-ben nyilván volt egy 100 éves évforduló, hát azért sok minden elhangzott. És megint csak irodalomtörténészek, többek között egy francia író, irodalomtörténész, aki József Attilát fordította a francia nyelvre, magyar rádióban nyilatkozott. És elmondja, nagyon nehéz. József Attila verseit más nyelvre, hát jelesül most a franciára lefordítani. És felmerül kérdésként, hogy miért. Hát azért, mert a két nyelv között kottázni lehetne, nem a fekete zongorán. Most Ady egyik jeles művét idéztük fel, de kottázni lehet a különbséget. Az egyik az egy szószegény, bármennyire hihetetlen. Árnyalatokban nem annyira otthonos, kifejezőkészségben nem annyira melbevágó. Másik hihetetlenül gazdag. És a szavak között olyan árnyalatnyi különbségek vannak, hogy arra másik nyelvben mondjuk egy szó úgy megközelítőleg azt fejezi ki, de az árnyalatokat már nem tudja érzékeltetni. És történetesen most ne is ebből induljunk ki, hanem van egy kedves példa, és bármelyik nyelvet meg lehet itt idézni, mondjuk itt Európán belül, és a németet szokták példaként felhozni. A német az egy tipikus filozófikus nyelv. Tehát filozófiára hihetetlenül alkalmas. Ezért nagyon sokan nagyon magasra tartják, nagyon szeretik. Teljes joggal egyébként. Csak hogy van egy érdekes jelenség. József Attilának az a sora, az eszmélet, ahogy indul, a földtől eloldja az eget a hajnal. S tisztalágy szavára a bogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra. Na most lehet érzékelni, ez már fordíthatatlan. Szinte minden szavában, miért, de csak egy példát fogok említeni. A földtől eloldja az eget a hajnal. Fordítsa le valaki más nyelvre azt a szót, hogy hajnal. Ugyanis, ha valaki csillagászati műveket, naptári műveket olvas, akkor pontosan tudja, adott nyelvben van reggeli szürkület, és van esti szürkület. Tehát ilyen, hogy virradat, pitymallat, pirkanás, hajnal, reggeli szürkület. Aztán napszállta, napszentülte, megint folytatott esti szürkület. Az alkonyról olyan módon, ahogy mi meg tudjuk nevezni. És a legszebb ebben az esetben, de minden nyelvnek vannak olyan szavai, amelyek nyilván az árnyalatuk, az ízük, amire utalnak egy másik nyelvben nem vihető át könnyen, vagy sehogy sem. Csak hogy a magyar nyelv, ahogy leírja a világot, pontosan olyan, mint ahogy a fény kibontja a világot, és folyamatában. Hát gondoljunk a pirkadat, a pitymallat, a virradat, a hajnal. Lehet érzékelni, eznek nem ugyanazokra a pillanatokra vonatkoznak. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a hajnal azonos a virradattal. A virradat a virradat, a hajnal a hajnal. A pitymallat pedig a pitymallat. Tehát a folyamatában, tehát még mielőtt nem kell fel a nap, amikor fel kell a nap, és annak az időszaknak. Gyönyörűen kifejezik ezek a fogalmak, ezek a szavak. És van, amelyik nagyon lágy, nagyon andalító, nagyon szép, van, amelyik egy kicsit olyan, gondoljunk a virradatra, ott már lehet érezni, az olyan, mint az ébresztő óra, amikor megszólal. Hát amikor nekem azt mondják, hogy hajnal van, hát akkor még az ember úgy érzi, hogy ott még van valami keresnivaló a túlsó parton. De a legjobb példa, tehát hangsúlyozom, én is úgy hallottam, de ez tényleg teli találat ez a példa. Petőfi Sándor, tehát akkor visszatérünk Petőfi Sándorhoz. Szeptember végén, hát elhull a virág. Na ez már okozhat gondot. Miért? Elhull. Nem azért, mert más nyelvben nincs ilyen fogalom, nincs ilyen szó, hanem már a hangok varázsa, ahogy a virággal találkozik. És aki mondjuk ismeri a Vörösmarty Mihály Szép Ilonka versét, ugye a legvégén, hogy mi történik Szép Ilonkával, hervadása lilium hullás volt. Tehát a virág nálunk, hogy úgy mondjam, ebben a hulló fájdalomban jelenik meg. És ez azt jelenti, hogy nem esik, nem zuhan, pedig nyugodtan elesik a virág, vagy lezuhan, de hát ez most nem is ide tartozik ilyen módon, mert ugyanez a gondolat megy tovább, és ott még érzékletesebb lesz. Tehát elhull a virág, eliramlik az élet. És itt megint megállunk. Miért? Hát az élet mindenhol nyilván valahogy megnevezik. Az, hogy fut, az, hogy szalad, az, hogy rohan, az, hogy szágult, eliramlik. Na erre nincsen szó. És az élet, ahogy mondani szokták a bölcsek, eliramlik. És ezt minden ember tudja élete azon pontján, amíg az eddigiekről elmélkedik, mert azt mondja, hogy hát eliramlik. És viszont, hogy milyen minőség tud iramlani, na ez az izgalmas az élet iramlásában. Mert akkor már a szarvasnál vagyunk, többek között. Tehát, hogy érthető legyen, na most ezekre figyelmeztetnek irodalomtörténészek, hazaiak általában nem, de szerencsére külföldön egyre többen jelzik, hogy azért a magyar nyelv az egy fontos, jelentős és döbbenetesen összetett és kifejező erővel rendelkező nyelv. Na most ehhez képest Ady Endrét fordítani miért nem lehetett könnyű, vagy lehet könnyű? Hát ez az ő költészetére is vonatkozik, lehet költőknél érezni. El is mondják egyébként, mi indítja el az ihletet, mondjuk a versírás folyamatát. Valamikor egy szó jelenik meg. Ezt József Attila is leírja. Tehát gyakorlatilag nincs vers, majdnem azt lehet mondani, talán téma sincsen, hanem megjelenik egy szó, mintha a teremtő ige vonatkozásában, na most itt van az ige nyelvezetében, a teremtés nyelvezetében, a világot igével teremtették, tehát van nyelv, tessék ebből a szóból világot teremteni. És ez az, ami elindít belül folyamatokat. Aztán van olyan költő, megint csak lehet érezni, hogy árad, hömpölyög. A legjobb esetben a kettő együtt jár. Na most Ady Endre nem az áradó, nem a hömpölygő. Kosztolányi, aki nem szerette, azt mondta, csörömpöl. Csörömpölés. Olyan csörömpölés, hogy egy ilyen lehangolt citera csörömpölésére emlékeztet. Ezt csak azért mondom, hogy érzékeljük, a bírálók azért időnként jeles magyar költők. És pont a magyar nyelvnek azt a világát hiányolják Ady nyelvezetéből, hát ami a magyar költészetre mindig jellemző volt. De irodalomtanárok is elmondják, hát hasonlítsa valaki össze mondjuk Arany János nyelvezetét Ady Endréjével. Na igen ám, de más a feladat. Tehát egészen máshol merít Ady Endre, ugyanaz a közös forrás, de minthogyha itt a források alsó szivárgó gyökereinél, minthogyha ő egy egészen különleges úton járna. És ezért hát nem nagyon lehet az áramlást tetten érni, a folyamatot, és ott aztán szinte majdnem, ha jól sikerülnek a versei, ott majdnem minden fogalom olyan, mint az iramlás. Tehát a magyar nyelvben ott van, de egyszerűen nem lehet átültetni. Mert ha átülteti, akkor hangsúlyozom, kap egy sanzont, kap egy kuplét, kap egy olyan szimbolikus, romantikus költeményt, amit hát gyakorlatilag úgy szokták mondani, hogy fűzfa poéta, vagy fiam, kár volt neked írni. És ráadásul a téma, tehát nagyon nehéz itt a témák vonalát is elkapni. Tehát, ha idáig eljutottunk, akkor viszont feltesszük a titokra vonatkozó kérdést. Hát egyrészt azt kell mondani, hogy magyar költészetben nyíltan, harsányan, dorongolóan, olykor tényleg megrendítő hitelességgel ennyire a magyar sorskérdésről, magyar történelembe ágyazva költők nyíltan hát nem nagyon írtak, mert Petőfi is máshogy közelít dolgokhoz. Így gyakorlatilag Góg és Magók fia vagyok én. Tehát gondoljuk végig. Végig zubog gyakorlatilag a magyar történelem. És az ember felteszi a kérdést, jó, rendben, a Góg és Magók fia. Akkor kiderül, hogy ő tulajdonképpen mindenkinek az unokája, tehát Ond vezérnek az unokája, tehát mindenkinek. Hogy lesz Dózsa György unokája? Tehát lehet érzékelni, itt elkezdenek a problémák begyűrkőzni. Na nem azért, mert Dózsa György nem lehet az, nem gondolom tudjuk, és ez megint egy kemény kérdés, Dózsa György kultuszát kik vezetik be, mikor honosodik meg, miért ilyen fontos. megvárom a szuszogásokból, megpróbálok időt mérni, aztán majd megpróbálunk valamiféle csöndes választ adni. Hát kicsit keserű a pirula. Ez mind ideológia, és nem valóságos történelem. És hát akik mindenáron koppányban látják az ősmagyart, nem árt tudni, Koppány ugyanebbe a kategóriába tartozik a csinált történelme szempontjából, hát amit most csináltak 100 év alatt nekünk. Pontosan azok, akik Martinovics Ignác kultuszt teremtettek, pontosan azok, akik Dózsa György kultuszt, és forradalom, szabadságharc, bocsánat. Tehát forradalom felborítása mindennek egy fennálló, tényleg egészséges világ megrontási útja. És hát nem akarok itt pártoskodni, de egy biztos, ezt mindig baloldalnak tekintették. Mindig ott volt népszerű, csak ne felejtsük el, hogy 1919-ben történetesen mit jelent a baloldal. Tehát nem baloldali népi gondolkodókat jelent. És a Martinovics Páholynak a világképe sem, hogy úgy mondjam, egy ilyen jótakaró, hát persze, hogy jótakar a maga szempontjából, csak jóról tapasztalata nincs. Tehát az, hogy holnapra felforgatjuk a világot. Na most minden nép történelmében természetesen próbálnak előzményt találni. Tehát mitől lesz Dózsa György rendkívül híres? Hát a maga idejében mégiscsak belülről kirobbantott egy lázadást. Csak egyet elfelejtenek hozzátenni. Nem az a lényeg, sőt, gyakorlatilag, hogy érthető legyen, milyen súlya van a dolognak. Hát gondoljuk egy Derkovics metszet sorozatra, és gondoljuk végig, láttunk mi már Dózsa Györgyről megnyerő, emberszabású, tehát emberi arcolatú ábrázolási rekonstrukciót. Mindenhol indulat, a nyár heves, a kassa egyenes, azért vigyázzatok, hát könyörgöm. Hát mi ebben a jó? Kire vagy dühös? Az rendben van, hogy akkor van egy ilyen esemény. Nemeskürti Istvánt írt egy kiváló művet, kis vékony 60-as években, ha jól emlékszem, nagyon vékonyka kis könyvecske volt. Nagyon jól ír Nemeskürti István. Oda van Dózsa Györgyér. Valaki többször végigolvassa. Tehát gyakorlatilag annyira rövid idő alatt el lehet olvasni, mint egy előadást végigültünk. Egy pozitív tulajdonságát nem tudja megemlíteni. Ha az az ember azonos azzal az emberrel, akkor az gyilkosságért tényleg elítélték. Puff. Erdélyben. Ha az azonos azzal. Na de miért ne lenne nem azonos vele? Na de akkor egy gyilkosi pálya, ha indul, az mitől szép dolog? Na de kegyelmet kap. Lehet, hogy egyébként köszönő viszonyban nincs a Dózsa György a történelmi, azzal a Székely Györgyel, aki tényleg létezett egy ilyen. Na de ez nehogy már a mi gondunk legyen. Azért vannak oknyomozó történészek, hogy járjanak utána. Na de nem tudnak olyan Dózsa Györgyöt kimutatni, mint mennyből az angyal, a nép egyszerű fia. És gondolom érzékeljük, hát ha ő végvári hős, és legyőz párbajban egy törököt, mert ez megtörtént, történelmi tény. Felmegy Budára a jutalomért. Melyik magyar vitéz ment egy győzelem után azonnal fel Budára a jutalomért? Könyörgöm, ez a kötelességed. Világos? És akkor el szokták mondani, hogy hát azért lázadt fel, mert a kincstáros nem adta ki neki a pénzt. Hazugság, mert kiadta a pénzt. Világos? Szó szerint az adásvételi szerződések megvannak. Semmilyen probléma nincsen. De milyen érdekes, már úgy indul. A hazaszeretetet, ha nem fizetik meg nekem, engedelmet kérek, hát akkor a nyár heves, kasza egyenes. Hol élünk, könyörgöm? Hány név nélküli végvári vitéz hal meg úgy a csatában, hogy már előtte 3 napig esetleg a betevőjét nem tudta előteremteni. Tehát Itt van egy probléma gubanc. Ráadásul tudni kell azt, és ez megint történelmi tény, Dózsa György elmondja, most a folyamatokat Bakócz Tamás, mert eleve Bakócz Tamás indítja, miután ő Rómába a pápa választást, hát majdnem megnyeri, majdnem ő lesz a római pápa, de aztán egy másik körben újra szavaznak, és akkor már nem ő, és akkor lesz a Medici házból való Giovanni, tehát Leó pápa néven, aki római pápa lesz, és meghirdetnek, hogy azért Bakócz se maradjon úgy, hogy fájjon neki a keserűség, hogy életét ez nem, pályáját ez nem koronázza meg, pedig sokan elmondják, lehet, hogy a kereszténység történelme és Európa történelme is máshogy alakul, de pozitív módon, ha Bakócz Tamás lesz a római pápa. Na most le kell őt szerelni, hogyan szerelik le? Úgy, hogy a pápább hatalmat kap, gyakorlatilag, mint ami a római pápának van. Tehát szinte egész Európára kiterjedő hatalmat kap, seregek toborzására, ügyek intézésére, tehát elképesztő a tekintélye. Na itt kezdődik egy érdekes problémakör, amit mi bizonyít. A török szultán viselkedése. Hát lehet tudni, hogy Európában, ráadásul Rómában keresztes hadjáratot indít a hirdetnek a török ellen. Ráadásul a Magyar Királyság területén, hát Buda mellett, Rákosmező térségében gyülekeznek a népek, hogy majd mennek a keresztes hadjáratra. Hogy viselkedik a török szultán? És Bakócz Tamás, mert ő nagyon okos ember volt. Valószínűleg amikor már észrevette, hogy itt óriási probléma van, és leállította az egészet, de akkor már későn volt, ő is későn vette észre. Szóval valami itt nincs rendben. Nem fogjuk elhinni. A török szultán annyira nem vár, és azért ez, hogy érthető legyen, nem titokban történik. Felolvassák a keresztes háborút meghirdető bullát, sorozzák a seregeket. Minden hatalomnak, magyarnak is egyébként van kémszolgálata. Tehát kiváló a magyar hírszerző szolgálat, és a török nem kiváló. Hát a vak is látja, hogy megmozdulnak. És mi történik? A szultán, minthogyha semmi nem történt volna, de semmi, minthogyha 50 évre most kötöttek volna a Magyar Királysággal meg nem támadási szerződést, gyakorlatilag a Balkánon csak helyőrségeket hagy, és a perzsa uralkodó ellen indítja meg a háborúját. Na most gondolom érzékelünk valamit. Ez mit jelent? Pontosan tudta, hogy magyar részről őt nem fogja támadás érni. Kicsit keserű a pirula, de a pirulát hogy hívják? Dózsa György. Ez nem azt jelenti, hogy a szultán embere, na de ezért gondolkozzunk már, nem nagyon kell gondolkozni, csak egy picit. Csak egy icike-picikét kell gondolkozni. És miközben a két királyi haderő, az egyik a Ragúza irányába indul el, a másik pedig a Fekete-tenger irányába. Mind a kettő Szapolyai János vezeti. És középen, mivel egy ilyen típusú had, egy csatára alkalmas, de hadjáratra, gondolom, érzékeljük, azért nem. Hát a szultáni hadsereg, ezt kevesen tudják. Tehát el nem tudjuk képzelni, hogy a magyarság 150 éven keresztül milyen viharral dacolt. Látom, itt is problémát okoz. Tehát, hogy érthető legyen, mire 1526 bekövetkezik. Mi nem aznap kezdünk el a törökkel háborúzni, hanem már előtte 150 éve már Nagy Lajos megvívja az első harcokat a török szultánnal. Csak hogyha itt elesik két katona, nem lép a helyében rögtön mondjuk 12 katona. Szultán seregébe elesik egy, már helyébe lép 100. Miért? Mert kimeríthetetlen a háttérország, és minden gazdagságot, tehát Észak-Afrika, Ázsia, Közel-Kelet, Kaukázus térsége, minden erőforrás gyakorlatilag milyen szinten mozgósítanak. Világhódító hadsereg megszervezésére. Tehát nem gyülevészhadakról van szó. Had történelmi bravúr az, hogy a magyarság 1526-ig, sőt, hát 1541. augusztus 29-e Buda eleste, hogy eddig egyedül ellen tudott állni. Miért mondom, hogy egyedül? Mert minden magyar király, és például Hunyadi János is, ha római pápához ír levelet, nem azt írja, hogy milyen jó, hogy eddig Európa segített bennünket, hanem ő akkor azt írja, hogy 60 éve egyedül álljuk a háborúk viharát és minden költségét. És nekünk senki nem segít. Azok a segítségek, amik befolynak, hát az gyakorlatilag egy ilyen falu végén egy viskó tűzoltásához talán elegendő. Nyilván sokkal többről van szó. De hát minden magyar király elmondja, hát ezek a befolyt összegek, hát ezek igazi haderő szervezésre, hát alig elegendőek, és csekélyek. És Dózsa György visszafordul. És még valamit elmond, még a visszafordulása előtt. Neki egyetlen egy ember parancsol. Ki az az ember? Ú László magyar király. Még megemlíti a fiát is, akit 2 éves korában Ú László megkoronáztatott, II. Lajos, tehát neki csak a nagykirály és a kiskirály parancsol, de hát a kicsi az olyan kicsi, hogy nyilván nem, ez csak egy ilyen hivatalos formula. Na most itt megint érezni kellene valamit. Ú László saját ellenzékével, ma ezt így mondaná egy politikus vagy egy történész, le akar számolni. Magyarul ez miért kell neki, mint a falatkenyér egy Dózsa György? Mert ez egy lehetőség. Tehát gondoljuk végig, neki még a ceglédi beszéd idején mit mond Dózsa? Neki csak a király parancsol. Ez mondjuk jogos, csak ilyen helyzetben kicsit furcsa. Kicsit furcsa. Tehát szó nincs arról, hogy ő itt valakivel nem ért egyet. Majd látni fogjuk, most kicsit hosszadalmas, és aztán, ha a költészetre áttérünk, de hogy mit jelent az, hogy Dózsa György unokája vagyok én? Kínos. Tehát ezt kell mondani. Főleg akkor kínos, hogyha hát legalább katonaviselt ember lenne Adi, vagy bármi. Hát alkalmatlan. Fizikailag annyira roncsolt a szervezet, hogy tulajdonképpen tényleg alkalmatlan. És valószínűleg tényleg nem is annak való. 1916-ban az ő is megkapja a behívóját, elmegy Kolozsvárra, tehát pillanatok alatt leszerelik. Szállodai szobába kapja meg az üzenetet, hogy akkor minden rendben van. De, hogy érthető legyen, azért mégiscsak, ha valaki azt hiszi, hogy ez egy úgymond tényleg parasztságot szerető és a földesurak ellen lázadó parasztlázadás volt, aminek Dózsa György volt az ideológusa, a látnoka, a vátesze, aki annyira szerette a népet, hogy az urakat ki akarta kergetni. Hát azért kicsit tűnődjön el azon, hogy mondjuk Nizzában, Monte Carlóban és zegzugos párizsi lebujokban, vagy budapesti, vagy báradi, hogy ez hogyan fér össze. Ady Endre egy pillanatra nem pirul el az arca. Nem beszélve a véreim magyar proletárok. És ott aztán van vörös csillag, tehát Ady Endre leírja, eddig ragyogott a nap, volt hold, volt Vénusz, most már ezek nincsenek, ötágú vörös csillag ragyog az égen. Most azért nem Kun Bélát idéztem, Ady Endrét, vegyük elő a költészetét. És hányszor beszél vörös forradalom, vörös. És azt mondja az ember, hiteles nem találtatok? Mondjuk, akik készítik ezeket a... Nem. Mert ezt az eszmerendszert egy jó érzésű ember, hát kapásból elutasítja. Na de nem így Ady Endre. Ő kapásból megkeresi. Ez kell neki miért? Mert szeretné, hogyha az égen az ő neve, hogy magyar költő, hát örök időkre ott ragyogjon. Most ezt ne így jegyezzük meg, tehát árnyalódni fog. És remélem végén csattan az ostor, csak hogy érzékeljük, mennyire összetett mondjuk egy emberi pálya, egy történelmi helyzet, és mondjuk egy költői üzenet. Tehát rendkívül összetett. És amit leír az egyik irodalomtörténész, vagy leír Raffay Ernő, hát végig Ady Endrét idézi. Hát gyakorlatilag én most azért nem idézem, mert ő megírta ezeket. Hát olvassuk ezeket az idézeteket, és azt mondja, hogy gyerekeket lehet ezekkel ijeszgetni. Ez a mindenkibe belerúgni, mindenkibe belekötni, aki hát nem ilyen vörös. És nem úgy gondolja, hogy államosítás, nem úgy gondolja, hogy és a többit nem is folytatom. És miközben azért ő a delírium, a mákony, a nők állandóan benne vannak az életében, felmerül egy kérdés, mikor gondolkodik az eszmerendszer igazságáról. Mert Petőfi Sándor is, azért gondolom tudjuk, hát őt aztán a francia forradalom eszmeisége nagyon elragadta. De ha ő annyit tudott volna, és kiderül, hogy pontosan tudta, csak van a költői világon belül, és van ilyen embertípus, és mindannyiunkra jellemző, hogy annyira tudnak lelkesedni, mert azt hiszi, hogy az csak jó lehet. És hiába mondják neki, hogy Sándor, az nem úgy van. Hát Guillotinról te is hallottál. Hát Robespierre-ék már egymást fejezték le. Hol van itt a szabadság? Már a halála. Hol van itt Sándor? Hol van itt a szabadság? Nem baj, mert ha a bőség kosarában majd mindannyian egy asztalnál ülünk és egy tálból eszünk. Hát ezek eszmék. Te sem gondolod komolyan, hogy na de mindegy, most ezt hagyjuk. És komolyan gondolják. Tehát a magyarság lelkületében van egy olyan önfelett másokon segíteni akaró hajlandóság, hogy legkönnyebb gyakorlatilag egy-két ócska jelszóval elhitetni hát a legképtelenebb dolgokat is. Mert tudunk lelkesedni, eszmékért tudunk élni és halni. És nem magunknak akarunk mindent összeharácsolni, hanem szeretnénk, igen, majd ha minden nép annál az asztalnál, milyen jó, hát erre születtünk a földre, hogy az emberiség egy közös nagy testvériségbe éljen. Most gondoljuk végig, ezeket a szövegeket Petőfi Sándor könyvbe lábadt szemekkel, hevülettel gondolta, mi pedig nem, hogy könyvbe lábadt szemekkel, hanem nem most sósabbak itt a könnyek, hanem egyszerűen annyira nevetséges, hogy már nem is beszélünk róla. És gondoljuk el, hogy na most mi van a világon. Hol vannak háborús gócpontok és tűzfészkek, és még mindig megy ám a szöveg. Csak már senki nem hisz semmiben, és most már szöveg sincs. Tehát bármennyire hihetett, helyzetek vannak. De ettől függetlenül, visszatérve akkor a kiindulási pontra, mondjuk a Bölöni féle ügy előtt még akkor a Dózsa féle parasztlázadás vagy helyzet, hogy miért példakép, és gondoljuk végig. Irtózatosan veszélyes példakép. És miért az? Akkor már a magyar, hát másfél száz nem, de több mint 100 éve, és mondjuk 120 éve egyedül állja a háborúk viharát. Magyarul háborús helyzet van. Tehát háború van. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy ez mit jelent, amikor egy ország szakadatlanul önvédelmi háborút vív. Szakadatlanul. Na most egy ilyen helyzetben, ha valaki belháborút robbant ki, most érdemes a lényegre odafigyelni, akár igaza van, mert lehet, hogy igaza van, akár nincs igaza. Milyen vétséget követel abban a pillanatban? Hazaáruló. Hát ezzel nem lehet szórakozni. Csak azért, mert a nyár heves, a kasza egyenes. Hát azért gondoljuk végig egy belső önvédelmi rendszert, még akkor is, ha igazam van, a nemzet ügye az elsődleges. Lázadj fel a király ellen és kergesd el. Világos? Ne magyart kezdje el gyilkolni Magyarországon belül, ma úgy mondanánk a kis embereket. Hát azért gondoljuk ezeket végig. És elindulnak kifelé, Szapolyai és a másik seregtest már kint van, és Dózsa délvidékről visszafordul. és kevesen tudják, történelmi tény, ki az, aki először elkezd tömegesen karóba húzatni embereket. Dózsa György. Hát püspököt húzat karóba. Nemeskürti nem megpróbálja kozmetikázni, hogy hát azért van, mert ezt, hát igen, ez egy kicsit meredek, hát egy embert karóba húzni csak azért, mert mondjuk 10 évvel ezelőtt valamit mondott a mi György barátunknak. Hát ilyen alapon nem lenne ország, mert mindenki mindenkit karóba húzna, hogyha egy ilyen sérelmet így kellene megtorolni. Tehát döbbenetes a helyzet. Tényleg döbbenetes. És újra jelzem, Úlászló valószínűleg nyakig benne van. Miért? Mert közben a Habsburg-Jagelló szerződést, családi szerződést készítik elő, és miután tényleg legyengül, megrendül az ország, következő esztendőben nyélre is fogják ütni. Ezt tudjuk, hogy mit jelent. Hát ez azt jelenti, amit Mátyás nem akart. Amit 1505-ben a Rákosmezei Országgyűlés kimondott, többet idegenből királyt nem választunk. Miért? Mert tönkreteszik az országot. Úlászló királyunk, de ha meghal, csak nemzeti királyt fogunk trónra emelni. Na most mit csinál Úlászló? Hát nyilván a saját belső ellenzékét megpróbálja meggyengíteni. Csak valószínűleg minden ilyen helyzetnek van egy hátulütője, nem tudja már egy idő után ellenőrzés alatt tartani a dolgot. És már ugye jó lesz Szapolyai János, gyorsan jöjjön vissza. Egyébként kevesen tudják, Szapolyai nem volt pipogya ember, nem volt szadista, szereti Nemeskürti is így feltüntetni. Török szultánok egy személyben egy embertől féltek. Nem fogjuk elhinni, hogy kitől. Szapolyai Jánostól. Még 1520-as évekből is Havasalföldről kiszorítja a törököt. Akkor tud sereget vezetni? Hát azért ezek nem akármilyen férfiak. Itt nem lehetett még íróasztal mögül interneten keresztül irányítani a világot. Oda akartál menni, menj oda, ülj fel a lóra. Már maga az a teljesítmény, hogy valaki fizikai szinten mondjuk ilyen utakat megtesz. És ezeket úgy szeretjük ám elfelejteni. De visszatérve tehát az alapvető dolgokra, és számomra a legkeserűbb mégiscsak az volt. Mert tényleg indulatok elszabadulhatnak. Tényleg, hát nem élt egyikünk sem abban a korban. Igen ám, de a sérelmekre ilyen választ adni, amikor veszélyben a haza, akárhogy nézzük, ez nagyon tisztességtelen dolog. Mert egy hazánk van, világos? Engem személyemben bárki bármikor meg tud sérteni. Na de most képzeljük el, jobb pozícióban, mondjuk egy Dózsa György esetében megsértött, és akkor mi van? Eleve nemes férfi ember a kardot is úgy viseli, kardhordásnak törvényei vannak. Gondoljunk Szent István törvényeire. Az egyikbe bizony, az egyik verzióban benne van. Ha oktalanul rántja ki a kardját és sújt vele, mi történik? Ugyanazzal a karddal sújtsák le őt. Nem lehet szórakozni. Tehát annyira nem érzékeljük azt, hogy mit jelent egy erkölcsi alapozottságú világban élni, hogy ezért gyakorlatilag bárkit így meg lehet idézni, mint pozitív példa. Nem volt pozitív példa. És kevesen tudják, pedig így van. Bármelyik hazánk nagyja, egy Petőfi Sándor, egy Rákóczi, ha leült egy fa alá, még ma is tudjuk, hogy ott ült a fa alatt. Van Dózsa Györgynek néphagyománya? Hát tele kellene a költészetünknek lenni. Hát Tyukodi Pajtásnak van, hogy Dózsa Györgynek nincsen. Nem az volt, na. Tehát ahhoz képest, amilyen hírnevet csináltak belőle, hát ahhoz képest milyen nyomot hagyott ő a nép egyszerű lelkében. Tisztelik az arcképét szentkérként, és mondják, hogy majd, ha vissza, nem, ha majd visszajön Rákóczi, akkor virrat fel a szabadság napja. Ha visszajön Mátyás, akkor virrat fel a szabadság napja. Ha visszajön Csaba királyfi, akkor ilyen, hogy majd visszajön Dózsa György. Hát kimondjuk, és elkezdünk mosolyogni. Na most, hogy érezhető legyen, Ady Endre, tehát nem akarom most már túltárgyalni a dolgot, nyakig elmerült, még alá is bukott egy művi történelmi kép kialakításában. És lehet, hogy még komolyan is gondolta. Tehát most hagyjuk a végére a ilyen megállapításokat, egy biztos, a verseit megírta. Tehát ez vitathatatlan tétel. Na most az utolsó tétel, hogy még értsünk valamit, a múltat végképp eltörölni. Mit csinálnak Dózsa Györgyék? Az, hogy kiváló emberek vannak, hát gondolom tudjuk a 19-es bizotmányban, és ott van egy Kodály Zoltán. Kodály Zoltán. Azért résznél kell lenni. Ha újra elmondom, egy átlag jó érzésű embert pillanatok alatt az ilyen mámorító eszmék, hogy nem lesz úr, nem lesz szolga, mindenkinek jó lesz. Csak aztán mindenki kijózanodik az első pillanatban, akkor azt mondjuk, na mutasd meg. És akkor jön a 133 nap. És akkor kiderül, hogy úristen, hát ebből egy nap is iszonyat. Nem, hogy 133. Tehát, hogy érthető legyen az, hogy vannak mindenhol jó emberek. Ilyen az élet. Miért ne lennének? És lehet, hogy pont azért vannak, hogy a rosszat jóvá lehet bármikor tenni, mert emberek vagyunk. De mi történik? Miután visszafordulnak, nemesi kúriákat támadnak meg. Na most ezek a nemesi kúriák, ez nem azt jelenti, hogy ők a nép szipolyozói. Ott élnek a nép között. És általában tudnak állatot tartani, tudnak növényt termelni, mindenhez értenek. És egyfajta gazdasági igazgató szerepük van. Magyarul az ország gazdasági életében ezek a nemes emberek, kúriái, hát ezek a legfontosabb sejtekként jelennek meg. Hogy ne legyen éhségjárvány, ne legyen baj, átlátóképesség. Akinek nincs átlátóképesség, az könnyen széttör maga körül mindent. Na de akinek van, hát az már tudja, hogy mit, miért, hogyan kell tenni. És nagyon szomorú esetek történnek. Tehát amikor gondoljuk végül, amikor 3 hétig ostromolnak egy ilyen kúriát, és még a gyerekeket is lemészárolják. Hát az ember azt mondja, hogy ne haragudjál, nekem ez nem kell. Ez azért nem szabadságharc. Akárhogy nézzük. Szabad, független országban élünk. Jó, akkor parasztlázadás. Hallotta valaki, hogy egyáltalán Dózsa György mit akar? Ő se tudta valószínűleg meg, hiába ceglédi beszéd. Hát mit akarsz te tulajdonképpen? Mire számítasz? Mi lesz ebből? Tehát valakik valahonnan egészen biztos, hogy Dózsa Györgyöt hitegették, és hogy Dózsa György nem akárki volt, maga Bakócz Tamás, hát itt Esztergomban illik tudni, hogy ki volt. Hát először gyakorlatilag ő jelöli ki Dózsa Györgyöt. Ezt Nemes Kürti is elmondja, Bakócz embere volt. Addig szinte senki nem ismerte. Csak kiderült, hogy nem is annyira Bakócz embere, hanem inkább Úlászló embere. Vagy hát máshonnan is fújhat a szél. Miért mondom ilyen hosszadalmasan? Minden indulatot meg lehet magyarázni. Egy dolgot nem. Miért szedik össze a nemesi okleveleket, és miért tüzelik el? Ki ad erre utasítást? Na ezt hívják úgy, a múltat végképp eltörölni. Hát mivel igazolta egy magyar ember ahhoz a földhöz a jussát? Hát vagy az ő érdeme, mert vérét hullajtotta a hazáért, vagy egy őse révén érdemelte ki. Na ezt számolják fel ezek a tüzek. Na most ezért ezek a lángok, ezek nagyon népszerűek bizonyos körökben a 19. század második felében. És már megjelenik korábban is, csak újra jelzem, hogy honnan fújnak azok a szelek, ahol ezek a nevek mondjuk népszerűk lehetnek. De Ady Endrének tulajdonképpen ezeket a verseit ekkora időtávlatából úgy elnézi az ember. Mert úgy érzi, hogy nem ez fog hatni. És nem, mintha nem is ez lenne a lényeg. Hanem akkor rátérünk arra, hogy őt kinek, minek tartotta a környezete, és ő saját magát. Egyébként iskolás, középiskolás Ady Endre életrajzok is megemlítik, ezt csak azért mondom, hogy nehogy azt higgyük, hogy itt valami Ady mitológia van. Ady Endre 6 ujjal született. Pont. 6 ujjal. Leírják, hangsúlyozom, általános iskola és középiskolai szinten, mert eleve így írják ezeket a kis népszerűsítő könyveket, és bizony elmondják, hogy ez azt jelenti, hogy amikor megszületett Érmintszenten. Na most ez azért nagyon érdekes, mert ez az Érmintszent, érmellék, és miben fog meghalni? Hát a vérba igen, de mi történik? Érhasadás, tehát ami okozza. Na most ilyenkor viszont érzékelni kell, hogy érdemes ezeket a jelenségeket egybelátni, mert ez nagyon fontos, és ő is nagyon fontosnak tartotta. És mindenki. Hát ha az ember gondolkozik, és összefüggéseket keres saját, mások és az egész nemzet és az emberiség sorsában, hát akkor nem árt az összefüggésekre fölfigyelni, azon az áron is, hogyha az mitikus szinten fog többlettartalommal jelentkezni. Tehát 6 ujjal születik, sőt ezekben a kis tankönyvekben, hát nyilván az ifjúság számára így akarják népszerűvé tenni, hogy elterjedt a hír, hogy a faluban táltos született, és összeszalad a falu. Hát ezt már így nem írják. Na most lekötik az ujjat, tehát ez azt jelenti, hogy nem kap vért, ez elsorvad, elhal. Igen ám, de Ady Endre szinte élete utolsó pillanatáig. Ez megint, hát ha valaki ott volt, akkor tudja, tehát nem az ilyen mondatokon kell fennakadni, de egész életében síratta ezt az ujját. Miért? Mert úgy mond egy csatorna vagy egy képesség forrása innentől kezdve el lett tömve. Tehát elmondják a kortársak, hogy amikor már hajnalban, amikor úgy már az 5. liter bor is megvolt, vagy a 6. liter bor, nem is tudom, hogy fér bele, vagy hogy oldja meg aztán az élettani dolgokat. Tehát amikor 3 litert ivott, az egy olyan átlagos dolog volt. Na most azért tudni kell, hogy a régi öregek a mi nagyszüleink. Más példát mondok, László Gyula. Hát egy üveg bort egy nap megiszogatott. És akkor mi van? Hát emlékezzenek az idősebbek a apjukra vagy a nagyapjukra. Nem ittak vizet ugyanis. Bármennyire hihetetlen, inkább bort ittak. De a bortól nem részegettek le. Na de Ady Endre nem úgy itta, ez már kicsit többletmennyiség volt. De amikor hazalátogatott, és egy kicsit rendet tartott maga körül, mint nyilván az édesanyja és az édesapja, akkor úgy 3 literig lement. Tehát ezek azért tetemes mennyiségek. Na most, amikor már így nagyon elengedte magát, vagy neki azért ez nem kellett külső eszköz. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, minden évéből van szinte beszámoló, hogy valaki, aki először találkozik, régóta találkozott vele, régóta ismeri, akkor ismeri meg, síratja azt a kis ujjat. Tehát azt az elkötött 6. ujjat, az bizony megsíratja. És felteszem a kérdést, ismert magyar költők közül a táltos szó kinek a költészetében szerepel a leggyakrabban? Na most, Ady Endre. Tehát a mennyiséghez viszonyítva. Tehát Ady Endre mondjuk írt ennyit, a Vörösen meg irdatlan mennyiséget, és funkciójában bizony, de köszönöm, ez úgy van, hát akkor maradjunk mégis Adynál, tehát ahhoz viszonyítva. És el is mondja, hogy táltosok ősi átkos sarja. Tehát saját magát egy leszármazásnak tekintette, nem csak a 7 szilvafás vonatkozásában, hanem a rendkívüli képességek öröklődése mentén is. Czejzer Endre ezt úgy körbejárja. Olyan módon, hogy amikor felmerül kérdésként az, hogy az egyetlen gyerek aki halva születik, és akiről lehet tudni, hogy Ady Endrének közel van hozzá, hát ez Brühl Adélnak lesz a gyermeke, igen ám, de hogy kitől származik. Adél, na ő a Léda, tehát a férjétől, vagy a szeretőjétől, Ady Endrétől. Egyértelmű. Hát hat ujja volt annak a kislánynak, aki halva született. Tehát mit ír maga Czejzer Endre is? Itt genetika van, ez vitathatatlan, Ady Endre a felmenő. És elmondják a következőket, tehát a tehertételes gubancok vonatkozásában. Hát az Ady, Od-Ad család, ő maga írja Ady Endre egyébként. Vannak életrajzai, van, amiket a nyugatba írja. Elmondja azt, hogy az ősi Gutkeled nemzetségből származik ez az Ady család. Csak elszegényedik, tehát úgy olyan hétszilvafássá válik. Most érdekes ez a Gutkeled nemzetség, mert azért ez úgy játszott történelmi szerepet a magyar történelemben az Árpád-korban. Na de Ond leszármazottjának is tartja magát, Tas vezér leszármazottjának is tartja magát, tehát végül is szerteágazó a rokonsági kapcsolat, de a Gutkeled nemzetséget mindig megemlíti. Aztán a többire ilyen, ma úgy mondjuk déli bábos ellenőrizhetetlen utalásokat tesz. És valami miatt ez az Ady nemzetség, ez nem tudott egy szinten feljebb vergődni. És el szokták ilyenkor mondani, hogy hát igen érdekes, mert túl sok a családban az olyan típusú ember, milyen? Hát mint Őkelme, tehát Ady Endre. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a mámorkeresés, ez minimum egy alkoholizmusra jó egy idő után, és hát a nők. Hát Ady Lőrinc az édesapja, hát hogy mondjam csak, tehát azért úgy állítólag, még Ady Endre által bemutatott nőkre is úgy nézett, hogy mint férfi nézett, azért megbecsüli a fia jó ízlését, de férfi a javából, olyan módon, hogy hát hiába van felesége, de azért úgy más utakra bolyong és néz. A másik, a pásztor, Mária az édesanyjának a családja pedig, ő Ady Endre írja, mindenki tudja, ez legalább a 16.-17. századra, most gondoljuk végig, amióta kálvinizmus van, protestantizmus, végig lelkészeket ad. Hát ez mit jelent magyarul? Papok. Tehát a papi hivatás az gyakorlatilag az egyik ágon, az anyai ágon az töretlenül öröklődik, a másik ágon pedig az Ady ágon pedig valami nagyon érdekes dolog. Valami nem tudja magát kiforni. És mind a kettőnél van egy kicsit ilyen elmehatárokat súroló jelenség. Hát ezért nagyon sok versébe sok utalást tesz erre a átkos sarja vagyok én. Tehát ez az átok fiát, az édesanyjáról szóló versében. Hát bizony ez egy átkossan terhelt, hogy úgy mondjam, a világ, ami csodálatos hajtásokkal rendelkezett, de érezni, hogy valami itt vagy mindig befolytódott, vagy nem ismerünk dolgokat, de Ady Endrében valami kicsapódik, szó szerint, tehát a úgynevezett származási vonalról, és hiába már visszafogják, már visszakötik azt a képességet. Tehát lehet érzékelni, hogy már az indulásnál egy kicsit a kényszerpálya bejön a képbe. Na most nevezik őt Táltosnak, ő saját magát is. Bölöni egyszer azt mondja garabonciás, mások is, megmondom őszintén a viselkedése, már a viselkedése, abban semmi táltosi nincsen, inkább garabonciás. Tehát ez mit jelent? Mindenbe bele tud kötni. Ismerjük ezt az embertípust. És van még egy olyan sajátossága, itt a hevület túltengéstől, vagy nem lehet tudni, hogy mitől, hogy kicsit indiszkrét is volt. Miért? Mert nagyúrnak tartotta magát. Tehát azért az ember nem szereti az olyan barátokat, akik bizalmas információkkal visszaélnek. Mert mire kiismerjük a barátainkat, hát addig annyi keserűséget okoznak, hogy utána már eljutunk oda, hogyha mondjuk nekem vannak ilyen barátaim, de mindenkinek vannak ilyen barátaim, és nem mert azt akarja, hogy valami kitudódjon. De úgy kitudódjon. Én mondjuk nem nagyon szoktam, de most példaképpen mondom. Na, akkor oda kell menni az ilyen barátunkhoz. És bizalmasan azt mondja, te figyelj, ne szólj senkinek. Az a helyzet, hogy ez a helyzet. És akkor lehet tudni, hogy még be se fejeztük a mondatot, már egy vármegye egy órán belül tudni fogja. Tehát nincs az a hírközlő szerv, amit jelen pillanatban ennél gyorsabban bizonyos hírek nem tudnak terjedni. Ő nem ilyen volt, hanem ha éppen úgy hozta, hogy meg akart valakit leckésztetni, hát akkor azt kicsit kárörvendő módon tette meg, ami hát nem túl pozitív vonás. De mivel szolga népéről volt szó, most Szabó Dezsőt idézem, vagy Bölöni Gyurkát, ő Gyurkának hívta, tehát Györgyöt, vagy bárkit, akit őt ismerték. Ezek az emberek gyakorlatilag, amikor Adi beléjük rúgott, tehát hogy valami ereje volt Ady Endrének, tehát ilyen emberi ereje. Elég volt Adytól másnap egy ilyen kis elejtett gesztus, ilyen gesztusmorzsa. Már újra visszaálltak a sorba, és örültek neki, hogyha bemegy mondjuk a Három Holló nevezetű sötét helyre Budapesten, akkor alátolják a széket, leveszik a kabát, tehát szabályos udvartartása volt. Tehát 10-20 ember gyakorlatilag úgy lézengett, lődörgött körülötte, hogy boldognak tartották magukat, hogyha félrészeg állapotból felemelhetik, hazavihetik. Tehát megvolt ez a fajta varázsa, nem az, hogy félrészeg állapotában, hanem de udvartartása volt. És ahogy elmondják, a baj az volt, vagy a különös az volt, hogy eljátszotta. Tehát Ady Endre, amikor Ady Endrét játszik, de mint egy ripacs. Ez Szabó Dezső írja, aki aztán rajongott Ady Endréért. Tehát ő elmondja, hogy Ady Endre engem nem szeretett, mondja Szabó Dezső, annak ez lehetett az oka, és gyönyörűen ír róla. Tehát, hogy azért ez is egy emberi tartás, és fel van háborodva, vagy akit Adyt, de ez szokásos, életében nem is ismerték, utálták azok, halála után hirtelen mennyi barátja lett Ady Endrének. És mindegyik ember, ő volt a legjobb, legközelebbi kapcsolatban. És még egy apróság. Sokan vették körül, de mindig magányos volt. Ez is ismerős. Tehát olyan, hogy Ady Endrének barátja. Tehát barátja. Tehát a barát-barát. Nem volt ilyen. Nem volt ilyen. Legalábbis lehet, hogy volt, de akik írtak róla, egyöntetően megállapítják, hogy népszerű volt, bálványozták. Kis Ady Endrék rohangáltak mondjuk a belvárosban, akik úgy tartották a fejüket, úgy itták a bort, úgy írták a verseket, de Ady Endrének nem volt barátja. Tehát magányos volt. És valószínűleg a legjobb barátai azok a szerelmei voltak, akiket viszont 5 perc múlva már meg tudott csalni. Tehát ez megint van egy ilyen kárhozatos férfi típus, de nyilván nőben is megvan, és ezt megint az apja is ilyen volt, csak nem ilyen nagyban, és nem ilyen léhűtő módon. Tehát ő valószínűleg csinszka se úszott meg valószínűleg dolgokat, pedig akkor már nagyon beteg volt Ady. Tehát Bölöni György, mert a francia ügy nem maradjon ki véletlenül, mert majd akkor jönnek az idézetek, és az már egy más pályára megy. Csak megint az érdekesség, hogy lehet úgy könyvet írni, és Bölöni György így írja meg, hogy nem tudjuk meg, hogy Ady tulajdonképpen mit csinál Párizsban. Aztán Bölöni György felesége Itóka is ír egy könyvet, az még Bukarestben jelenik meg. Nem derül ki. Na most megint jön egy szomorú tétel. Bölöni írja le. Tehát idéz Adyhoz írt leveleket, Adytól kapott leveleket. És idéz, akkor talán még nem volt a felesége, de ezzel az Itókával, amikor leveleznek. Már olyan módon, hogy Bölöni György a feleségével, és Ady Endréről. És van egy nagyon érdekes dolog. Ady Endrét hogy hívták? Hogy írt alá leveleket? Belzebub. Bandima megint olyan sátánkodott. És az ember úgy elkezd tűnődni, hogy ma megint jó kedve volt, ismered a sátáni viselkedését. És ez nagyon sok helyről jön elő, bizony leírják, ördögi tudott lenni Ady Endre. Úgy nem nagyon írnak példákat, hogy akkor valaki mondja már meg, hogy ez miben áll, de már jeleztem, hogy nagyon meg tudott embereket szégyeníteni például. De hát ettől még nem lesz valaki ilyen jelenség. Aztán Mefisztó. Tehát az ember úgy elkezd tűnődni. Sátánka, Belzebub, Mefisztó, hát azért ezzel jelezni mondjuk ilyen tulajdonságok mentén, hogy Ady most jó paszban vagy van, rossz paszban van, hát bizony így csinálunk. És él az ember a gyanúperrel. Ő ugyanis a titkos társaságok felé nagyon nagy vonzalmat érzett, tehát ő kereste a szabadkönyvességgel a kapcsolatot, meg is találta már Nagyváradon, aztán a Jászi-féle vonal révén került 1912-ben, ha jól emlékszem, beavatásra, tehát felvették a páholyba. De mit csinált Párizsba? Voltak-e ott szabadkönyves kapcsolatai? Hát Raffai Ernő az egyik fejezet címet így is közli, hogy szabadkönyvesség fővárosa Párizs. Na most ez vitathatatlan tétel, gondoljunk a 1789-es eseményekre, meg az eszmerendszerre, meg az ész istennője, meg majd, ha mindenki ugyanabból, meg szabadság, egyenlőség, testvériség. Tehát ezt azért lehet tudni, ezek lexikonadatok. Ezt soha senki nem tagadja. Viszont ez a fajta vonulat, ez egy kicsit olyan fogfájós ügy. Miért kerül be a képbe, miért játsza meg, és ehhez képest azt, hogy szatírnak hívják, szatír, hát ő saját magát is. Megszépül szatír arcom, mosoly lesz az ajkamon. Tehát itt vannak olyan irányba elmenő szerepek, amikbe ő hát olyan gondtalan mosollyal lép be, vagy nem is mosollyal, de olyan szemrebbenés nélkül. Na most vallástörténeti tény, lexikonadat. Legalábbis az 1990-es években egy ilyen adat napvilágra került, melyik hol van a világon egy helyen a legtöbb bejegyzett sátánista szekta. Hát ha így kérdezem, ki lehet találni? Tehát a bejegyzett. Bejegyzett. Hát arról van szó. És bölöni egyfolytába ezeket a... És nincs arról szó, hogy azon túl, hogy adott esetben, hogy elmondja, hogy mondjuk Lédánál volt, vagy melyik szállodában volt. De egyszerűen hát az ember azt mondja, jó, hát ott él 5-6 hónapig, mondjuk egy huzamban. Vagy 7-szer ment oda-vissza pár. Mit csinál ott? Mert az, hogy a szállodai szobájába üldögél, tivornyás éjszakák után, mert eleve nem is kell tivornyázni, hanem sajnos egyszer nem tud aludni, és olyan gyógyszereket szed, amit ma is gyógyszerészek és orvosok kábítószergyanúsnak tartanak. Tehát valami hihetetlen mennyiségű méreg jut be az ő szervezetébe, ami roncsolja és bomlasztja az idegrendszerét. Na de mit csinál? És ezek a dolgok, ezek honnan jönnek? És néha az a hadüzenet, hát az, hogy ő neki megy az egyháznak, jó, a adminisztratív részének neki megy. Na de neki megy Jézus Krisztusnak, és neki megy mindennek. Hát Szűz Máriáról, Lurdi Máriáról úgy ír, olyan módon, hogyha azt valaki elolvassa, akkor azt mondja, ne haragudjál. És mi azon voltunk felháborodva, hogy valaki azt találta mondani, ugye 2006 tájékán vagy előtte, még annak előtte, hogy Szűz Mária az ország válláról levette a kezét. Tessék elolvasni, hogy Ady Endre mit ír a Lourdes Szűz Máriáról. Döbbenetes. Egy kategóriába illik bele. ahogy őt becézgetik. És elmondják, hogy ma megint olyan volt. Na most miért Bölöni Györgyöt ajánlom? Hát azért, mert 30-as években megjelent, utána meg az 50-es, 53-ban, hogyha jól emlékszem, Magyarországon, gondolom, tudjuk, hogy akkor milyen berendezkedés volt. Tehát ezt nem lehet letagadni. És gyakorlatilag az egyik hozzá legközelebb álló ember írja. És hemzseg az ilyen dolgoktól. Csak nincs magyarázat. És van még egy érdekes, még mielőtt tovább megyünk, felmerül mindig Ady Endre műveltsége. Kosztolányi írja le, nem volt művelt. Mások ugyanezt mondják. Nem volt művelt ember. Nem is tudott az lenni. Miért nem tudott igazából az lenni, amit megszerzett mondjuk a református és a katolikus iskolákban? Eleve gondoljuk végig ezt az ügyet. Ő kálvinistának születik, és egyszer csak elmegy mondjuk katolikus iskolába. Hát azért az egy gyerek rám hat. József Attila is megjárja ám ezeket az utakat, és benne is okoz nyomot. Hogyha engedelmet, hogyha én görög-keleti vagyok, akkor miért oda járatnak engem? Hát az hogy van? Tehát vitathatatlan tételek jelennek itt meg. Valószínűleg Ady Endrét ez nem zavarja meg, azt is lehet tudni, hogy miért, mert vonzalma a gyöngébbik nem irányába igen korán megmutatkozik. És viszonylag jó tanuló. De egy biztos, egyszer csak megáll a műveltsége. Miért? Ő maga mondja, jelszava, tehát nem a szabadság szerelem, politika szerelem. Tehát így, hogy politika szerelem. Na most itt megint lehet tűnődni. Hát ez nem nagy újítás a szabadság szerelemhez, de ez a szabadságot a politika szóra kicserélni, hát ez nem hiszem, hogy a magyar költészetnek ez a legszebb fejezete, vagy ez egy újabb vágyálom. Na de mindezeket jegyezzük meg, hogy majd egy kicsit érzékeljük, hogy egy életpálya honnan, hova terjedhet, és ennyi, hogy úgy mondjam, jelenség ellenére is nagyobb a fény, mint a sötétség. Pedig gondolom érzékeljük, itt már akkora a sötétség, hogy már az ablakon, ha kinézünk, több ilyen villanófényt lehet látni, mert ebből hogy fog valami, hogy úgy mondjam, emberi szinten? Nehezen, de van egy olyan vonulat. És ez legalább olyan erős, csak mert ilyen szempontok alapján, de nem tudom, hogy miért, nem szoktak kutatni, nem szoktak mérlegelni, pedig mindenki leírja. Hát a költészetnél mégiscsak ez a forrás lesz a legfontosabb, nem pedig a racionális és az ideológikus. Hát eleve a költészet nem túl racionális jelenség, miért ír verset az ember? Hát erre valaki magyarázatot tud találni. Jó, hát meg lehet, de úgy telibe találva. Ez egy teljesen más forrás, és valószínűleg nem földi, hanem égi eredetű, ihlető forrásból van. És Kosztolányi Dezső is leírja, hogy tájékozottsága az kávéházi, műveltsége az pedig az újságokból, amit összeszed. Na most Bölöni György, miért idézem mindig őt? Mert nem lehet visszabeszélni. Tehát, hogy érthető legyen, Bölöni György az az ember, életrajzíró, hát akit azon az oldalon, ahol Ady úgymond ideológikusan harcolt és küzdött, számon tartanak. És ő sem tud. Tehát úgy, hogy Nemeskürti nem tud Dózsáról egy jó mondatot leírni, és el kell hinnünk, hogy Dózsa ettől függetlenül jó volt. Na ugyanúgy Bölöni, hát tulajdonképpen az ember keresi, hogy ha zseni Ady, ha olyan aranyosan, sármosan sátánkodik, mi a jó benne? Nem lehet rá számítani. Hát egy roncs már akkor sajnos. Tehát nagyon izgalmasak a dolgok. Így a háttérben. És nyilván hangsúlyozom, van varázsereje, de ő is azt mondja, hogy gyakorlatilag Ady annyira műveletlen volt, és annyira nem volt szeme, mondjuk például a festészet irányába, hogy a gicset ő, tehát ő azon rökönyödött meg, hogy bementek, akkor még nem is ismerte talán Adyt, bementek Párizsba egy ilyen kis szalonba, ahol festmények voltak, és addig kapásból a leghitványabbat, a leggyengébbet, a legrosszabbat, a legsilányabbat, a leggicsesebbet, amiben semmi nincsen, azt kezdte el dicsérni. És Bölöni György pedig hát azért Bölöni György se lehet egy, hangsúlyozom, tehát hogy félreértés ne essen. És akkor elmondja, hogy mit küzdött ő azért, hogy Adinak mondjuk a festészet vonalán kialakuljon a minőségérzékelése. De most nem Adit akarom bántani, mert nyilván, és mindig elmondják, egyszerűen nem lehet tudni, hogy honnan írt, honnan hozta az ítéleteket. Mert az a kevés újság, ami sok újság, na de olyan bátran, hogy ő pillanatok alatt átlátott dolgot, és akkor itt írják, hát a zseniével pótolta a hiányosságokat. Na most ez egy szép dolog, tehát ismerjük, tehát nem tud dolgokat, de annyira zseniális, hogy tulajdonképpen pótolja. Hát a zseni nem ettől zseni, hogy amit nem tud, azzal pótolja, hanem amit tud, azt olyan módon tudja, hogy másokat úgy gazdagít vele, hogy revelatív úton rádöbbent, rávezet és feltár és megmutat, amiket más tényleg észre sem vesz. Na most nem bántani akarom Adit, csak érzékeltetni azt az elképesztő utat, amit ő megtett, és ugyanakkor belül ő valamire vigyázott. Egyetlen egy dologra vigyázott. Mindent kiszort magából. Egyetlen egy dologhoz nem engedett senkit közel. Ki lehet találni? Hát a költészethez. Tehát ha ő újságcikket írt, vagy mondjuk színpadi darabot írt, arról beszélt. Közvetlenül. Hát most ezen dolgul. Verseiről szinte soha. Pedig Bölöni György leírja, hogy hogy születtek versek. Megint direkt őt jó idézni, mert megint nem lehet azt mondani, hogy hát ez nem úgy van. És nagyon sok irodalomtörténész, mondjuk rendeznek Ady Endréről egy konferenciát, megjelenik egy ilyen vastag tanulmánykötet, és akkor egy jobb magyar író úgy leírja, hogy egy kicsit szomorú, mert a tanulmányoknak a kétharmada olvashatatlan, mert olyan gyári nyelven beszélnek, mint hogyha mondjuk atomfizikáról vagy a hűtőszekrény működése elektromos útján nem is lehet, tele idegen szavakkal. Miskolcon volt egyszer egy ilyen rendezvény valamikor a 1990-es években. Használhatatlanok a tanulmányok. És olyannyira van egy-két csemege egyébként, tehát egy-két jó ráindulás. Például mondok egy dolog, Kocsi út az éjszakába. Hát azért ez az élmény miből ered? A magyarországi rendkívül rossz úthálózat viszonyokból. Kocsi út az éjszakába. Az ember ugye azt mondja, gratulálok. Tehát fut velem egy rossz szekér. Tehát miből indul ki az irodalmár? És erre adnak gyakorlatilag olyan sok mindent. Nyilván a szerző sem gondolja komolyan, de konferencián ilyen, hogy ez az élmény, és akkor mi az ihlet? És akkor mi az, hogy utána, mintha jajszó szállna? Persze, meg kátyú. Szó nincs kátyúról. Hát a szekér azért nem csak a földön van. Van ám az égen is. És éppen elég szekérre emlékeztető, legalább két csillagképet kell ismerni, és főleg azok után, hogy az Úr illésként elviszi azokat, akiket szeret. Hát Illés szekere melyik szekér például? A göncöl szekér. Hát állandóan megénekli az égi testeket. A holdra fölfigyelnek, hogy Ady Endre költészetében a hold az valami hihetetlen nagy szuggesztív erővel. Tehát nem is annyira a nap, József Attilánál nap-hold végigvonul. Ilyen napos holdas költész. Észre se vesszük. De Ady Endrénél érdemes a holdas verseit elolvasni. Mert azok a halottas világgal teremtik meg a mindenkori kapcsolatot. És elmondják a következőket. Adit soha Párizsba például nem lehetett a művészeti életbe bevezetni. Vagy nem kis emberekről van szó, hát például Anatole Francehoz van bejárásuk. Tehát Itóka, Bölöninek a felesége, az talán még titkárúj szolgálatban is volt. Rodin a szobrász, aki a gondolkodót csinálja. De hogy művé ilyen szinten megismerkedni, Adi mindig úgy intézte a dolgot, hogy soha nem ment el. Mintha nem érdekelte volna. Azt gondolom, tudjuk, ha valaki művészetekkel foglalkozott, vagy van valami indíttatása, rögtön az első, hogy megismerni, akit meg lehet ismerni. Hát eleve. Gyakorlatilag végig ott Adélnál. Most ezekre azért meg lehet adni a magyarázatot, és egyetlen egy van. Időbent volt valami, a sok befolyás, behatás, aminek ő ment elé. Tehát nem vitték őt rossz utakra. Ő maga jelentkezett. Kérem szépen, én Adi Endreit vagyok. Én szeretnék anarchista lenni. Én szeretnék mindenkibe belekötni. Én szeretnék felforgató újságcikkeket írni. Én szeretnék mindenkinek a becsületébe belegázolni. Tehát nehogy elkezdjük őt sajnálni. És egyszer csak itt bennem enged. Sehova senkit. Egy bizonyos szinten túl. És ki is zár mindent. Na most ritka az olyan ihlető forrás, mert kiderül, hogy miért kerülte a, hát nem azt mondom vele egy szinten, de ezek tényleg valamit képviselnek, olyan társaságokat. Nem azért, mert ott nem tudott volna király lenni, tehát nem azért. Semmilyen befolyást nem akart. Magyarul itt bent féltett valamit. Tehát ilyen típusú kapcsolatnak, ahol már nagyon nagy művészek, nagyon érzékeny emberek vannak. Nem azt mondom, hogy nem enged be pillantást, de az, hogy ennyire tudatosan kerüli még a készfogás lehetőségét is, érezni lehet, hogy ebben van egy titok. És ezt nem is méltányolni, de el kell fogadni. Na most elmondják róla, tehát Táltos, Garabonciás, Próféta, Vátesz, többet már nem is idézek, hanem Ignotusztól idézek egy nagyon jó jellemzést. Hát ez az Ignotusz majd József Attila életében is megjelenik. Ady Endre személyében is egy egyetlen példány Ázsia-fensíki sámán származott ide. Pap, orvos, csodatévő, csodalátó. Tündérektől és manóktól megszállott, az ő magyarjaihoz, a nyugatra. Most nem azt mondom, hogy hiteles, amit Ignotusz leír, de érdekes módon, gondolom észrevettünk valamit. Azon az oldalon, ahol nem lehetne számítani rá, állandóan azt mondják, hogy Sámán, Táltos, Vátesz, az úgynevezett népnemzeti magyar oldalon pedig, mintha ezektől a fogalmaktól egy kicsit elérzékenyülnénk, és ahol vannak ilyen megnyilatkozások, még ott is letagadják, hogy ez belemagyarázás. Könyörgöm, miért belemagyarázás, a hat ujjal született? Miért belemagyarázás, hogy eleve táltos képességűnek azt tekintik, akik több ujjal, több csonttal születnek, és eleve az ő születésén is összeszaladt szinte a falu, hogy táltos gyerek született a faluba. Mi ebbe a belemagyarázás? Hát eleve ihletett állapot. Tehát a költészet nem egy racionális síkon közlekedik, mert akkor mindenki költő lenne, hanem föl kell emelkedni a léleknek. Na de fölemelkedni csak akkor tud, ha hívják oda, hova emelkedni lehet. Ha van feladata és van küldetése, és ehhez kapja az ihletet. Mert gondolom, tudjuk, hát minden művész elmondja, hát nem írtál, nem fest, hát nincs ihlet. Ismerjük ezt, a nincs ihlet. És akkor mi kell az ihlethez? Hát ez az, amit senki nem tud. Ki mire indul be, de ha nincs hívás, akkor nincs érkezés. És ez tényleg föntről kapott ajándék. Babics Mihály mondja, gyönyörűen mondja. A költészet és a vallás rokonai egymásnak. És nagyon igaza van. Csak megint egy apróság. Ha ennyire nyilvánvaló a dolog, akkor miért nem vesszük komolyan? Hát régen ezt teljes egészében komolyan vették. Hát még a 70-es években is, gondolom tudjuk, a hatalom egy valakitől félt a mindenkori hatalom. Kiket figyeltettek meg éjjel és nappal? Költőket. Az volt az első. Az volt az első. Hát gondoljuk egy Nagy Lászlóra, egy Utasi Józsefre, egy Ratkó Józsefre. Hát ezek nem megfigyeletlen emberek voltak. Költő már abban a pillanatban külön bálmás volt. Kérdés miért? Most már szinte ennek sincsen tétje, de hogy mennyire közeli még az a nimbus, hogy a költő az tényleg az valami többletet jelent, és esetleg a hazugságokat ő jobban átlátja egy pillanat alatt. És tud úgy írni, és mindenkori hatalomnak ez fájt. Tud úgy írni, hogy ők nem értik. Az olvasók viszont értik. És mi van, hogyha tényleg egy szabadságharc elindul? Tehát itt mindenféleképpen egy ilyen jelenséggel állunk szembe, és hát Ignotus most nem azt mondja, hogy tátos sámán, mondja ezt egyébként. Igen, ám csak egyet nem tudunk. Ha ebben a kategóriában gondolkozunk, akkor Ázsiában, hát a sámán ez a legjelentéktelenebb szó volt erre a képességre, már olyan nagyságrendjét tekintve, csak a tudomány és a tömegkommunikáció elterjesztette. Olyannyira, hogy már mondjuk egy Dakota indián is hamarabb mondja azt a néprajzkutatónak, hogy sámán, mint hogy saját nyelvén mondja. És azért gondoljuk végig, ezt 100 év alatt be tudták adni. Ez egy mandzsutunguz nyelvtöredékből származik, holott, ha Diószegi Vilmos elment Szibériába a 60-as évekbe gyűjteni, hát eleve ő nem finnugor népeknél járt elsősorban, hanem török nyelvű népeknél. Ha ő azt mondja, sámánt keresek, mit tetszik keresni? Azt mondja, hol a kám? Kám. Tehát az általános megnevezés a kám. Ez a kánnak a névváltozata. És azért egy kánnak az ornátusa és egy kámnak az ornátusa, na de más mondok. Egy magyar pásztor ornátusa és a lelki pásztor ornátusa között mi a különbség lényegében? Hát lényegében semmi. Ornátus mind a kettő. És szinte ugyanolyan. Tehát, amit itt hangsúlyozni szeretnék, számon tartják azt, hogy van fekete sámán. Most közelítünk a témához. Fekete sámán. És az nem azonos a fehér sámánnal. Nagyon ritka a fekete sámán, de azért van. És általában kerülik. Mert fekete sámánnal való ember-ember kapcsolat, az egy kicsit rosszul szokott kijönni. Fehér sámánnal semmi baj nincsen. Tehát ki ez a fekete sámán? Nagy ereje van, félelmetes ereje van, de valami miatt könnyen ront. Tehát ez azt jelenti, mint a népmesékben, mondjuk könnyen változtat valakit kővé. Tehát nem adományozó, hanem több benne az a fékevesztett, amit ő tud koordinálni, de ha valaki beleszalad, hát az bajként fogja megélni. És élni lehet a gyanúperrel, tehát hangsúlyozom, hogy Ady Endre küldetésében ez a vonal elég határozottan jelenik meg. Ráadásul, hogyha megnézzük azt viharos gyorsasággal, ezt itt már többször bevezettük, nem én, hát én is úgy örököltem meg, de ez a magyar nyelv régi tulajdonsága. Tehát ha van egy ismeretlen fogalom vagy szó, amiről többet akarsz megtudni, akkor mi az első? Megnézem, hogy ugyanazon a hangzás világban, hozzá hasonló hangalakokban milyen szavak jönnek elő. Miért? Mert egytől fakadnak valószínűleg. Vagy mondok egy más példát, hogy érthető legyen. Magyar költő, aki a magyar nyelvet nem tekinti szent nyelvnek, még nem volt. Ady Endre is annak tekintette, és a világot ő magyarul próbálta megérteni. Nem szeretett például franciául beszélni. Felolvastatott magának Lédával. Ő valamennyire tudott franciául, egy cikket el tudott volna olvasni, de valahogy annyira nem vonzotta a dolog, hogy mindig felolvastatta, és ráadásul úgy, hogy egyből a magyarul. Most ez azt jelenti, hogy Adyt aztán végképp nem érdekelte a francia nyelv szépsége, holott, hát azért olvasott eredetiben mondjuk Verlaine Baudelaire-t vagy Arthur Rimbaud-t, és nagyra tartotta őket. De valahogy nem fogja meg. Na de nem is ez a lényeg. minden nyelv, hát anyanyelven gondolkozunk, egy lehetőséget ad. És főleg olyankor, hogyha valamiről nem tudunk valamit, de szeretnénk megtudni. Például nem tudjuk, hogy ki ez a Adél. És akkor mit csinál Ady Endre? Az mondjuk a legegyszerűbb. Tehát ez ilyen. Hát hogy lesz Adélból Léda? Hát fordítanak egyet rajta. Na most Ady majdnem minden néven fordítani. Hát könyörgöm, valami oda-vissza valami. Hát logikus. Tehát ha valakit előről látunk, vagy hátulról látunk, nem fogjuk először, ugyanaz az ember. Csak van egy előnézete, meg van egy hátulnézete, kinek melyik, hogy adódik az életbe. Na de hogy érthető legyen, annyira be kell látni. 21. században Magyarország lett az a hely, ahol anyanyelvükön az emberek a legegységúbban gondolkoznak az utóbbi időben. Na most ez tragédia. Ez valami tragédia. És hajlamosak vagyunk, tehát odáig, hogy valaki azt mondja, a sumér nyelvben ez van, a magyar az, ez nem nyelven gondolkodom. Nem ettől nagy a magyar nyelv, hogy mondjuk egy ausztrál benszülött nyelvvel is szavakat ki tudunk mutatni. Hanem attól, hogy hogyan írja le és mondja el a világot. És én hogyan értem meg általa a világot. És nyelven gondolkodunk, és a világot igével teremtették. És amikor, gondoljuk végig, amikor kabaré van, humoristák egy része, rendre miket csinál, filmekben mik vannak, nyelvi poénok sorozatai. Na most, ha egy nyelv erre jó, akkor gondolkozással nem való. Hát, hogyha azon a szinten ilyen meghökkentő vonulatok jönnek elő, akkor véletlenül, ha nem csak hülyéskedni akarnál, hanem a világot megérteni, akkor arra már nem lehet használni. Ja, hát ez már belemagyarázás. Hát erre meg mit lehet mondani? Erre azt lehet mondani, evangéliumokban így szerepel, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. És ma a magyarság nagy része azt hiszi, hogy nincs semmije. Ehhez képest hát nagyon jól megélnek belőle. Abból, hogy mi azt hiszük, hogy nincs, hát nem egy kultúra, egy műveltség, civilizáció. Miből épül? Most nem akarok így körbe tekinteni. Nem tűnik fel, hogy a miénkből? Akkor mégiscsak van. Na minden esetre Otíliának hívják Bölöninek a feleségét, Oti, mi lesz belőle? Ady azt mondja, te figyelj, Oti, hát itt van az Itó, ez egy japán isten név, hát legyél Itó. Na de mert egy filigrán kis törékeny, kedves nő, hát nem lehet becézés nélkül megül, Itóka. Na de az Itóka mást is jelent. És tulajdonképpen itókázásaiba kifalazott Ady Endrének. Akkor. Hát mindig a kis Itóka falazott neki, mondjuk Léda irányából, de megejtő a történet, a Csucsai kastély, már ez Bertuska, Csinszka, hát ami meg megint egyszerű, Csacsi, Csacsinszka, akkor te vagy a Csacsinszka, én meg a Csacsinszki, mondja Ady. Így írják alá a nevüket, és ebből lesz majd a Csinszka. Na most használ, de ez nem a legmagasabb szint, csak hogy érezhető legyen. A nyelv mindig belép a világba. Tehát akár tudjuk, akár nem tudjuk. És van egy ilyen kis szolgáló lány, aki véletlenül, hát annyira jó szándékú, hogy egyszer kikotyogja. Mert minden vendég, ez a bizonyos Bölöni is, elcsodálkozik azon, hogy ez az új házasság Adynak nagyon jót tett. Kevesebbet iszik. Visszafogottabb, mikor ott ülnek az asztalt társaságnál, ott Csúcsán, nem iszik annyit, sőt, még este egészségügyi sétára is megy. Persze, mert a szalma kazalba rejtette el a itókáján, és Bertukának, na, tehát végeredményben mindig megtalálta az odavezető utat, de most 1700-as évek, Rodostó. Megérkeznek a száműzöttek Rodostóba. Leírja Mikes Kelemen. Itt vagyunk, Rodostó. Nekünk, magyaroknak Rodostó mit jelent? Mi az első, amit megnéznek? Mit jelent a szó? És akkor legegyszerűbb Bercsény, nézzük meg szótag cserével. Mit jelent? Ostorod. Világos? Akkor lehet nyelven gondolkodni? Nyilván lehet. Csak olyan rémülten nézzünk ilyenkor, mint hogyha szanszkrit nyelvtanórát tartanánk adott esetben, vagy több ismeretlenes egyenletek. Lehet, hogy én is túlzásban viszem, de úgy lehet érzékelni, hogy szeretjük a magyar nyelvet, de valahogy ilyenkor minél, nem, hát akkor mi igen. Na most, ilyenkor viszont emlékezzünk a mással hangzó írás szabályaira. Ókori írástudó népek, ha írtak, milyen hangokat nem tüntettek föl. Magánhangzókat. Kérdés, akkor hogy tudták elolvasni a szöveget? Úgy, apafej, hogy nem a te eszeddel gondolkoztak. Csak ilyen egyszerűen, tudod? Nem nagy dolog, de az élet az ilyen. Mi úgy gondolkozunk a újságíró nyelven, gyakorlatilag csőlátás. Amilyen csövet, úgy látjuk. Hát abban a pillanatban én azt mondom, hogy ér. Magyar nyelven ez mit jelent? Számoljuk össze. Akkor miért csak egy dologra gondolunk? Mondjuk akkor aktualizáljuk. Az abban a pillanatban az összes többi ért is jelenti. Amiből az az ér jelentés jön ki most a használatban. Azt mondom, hogy vár. Mit jelent az, hogy vár? Tele van a magyar nyelv egy alakú, két jelentésű szavakkal. Ráadásul az egyik jelentése ilyenkor állapotra fog utalni, tehát inkább statikus, mozdulatlan, a másik pedig igei, tehát mozgásra. Na most a világ működésében mi a két legfontosabb alapvető sajátosság? Történetesen pont ez. És a nyelvnek a szavai bizonyos gerinc részeit pont ezek a jelenségek alkotják, akkor miért nem úgy gondolkozunk, hogy ez a mindennapi élet, valószínűleg akkor nem 4 évekre szeretelnénk fel a reménysugarainkat, nem is foglalkoznánk ezzel. És jöhetne, mehetne kormány fölöttünk, ha egészségesek lennénk. De egyszer belebetegedtünk a 20. századba, a sok hazugságba, amit ránk zúdítottak. Na de ez csak belülről oldható meg. Hát ki az az őrült, aki elhiszi, hogy majd 4 évenként majd mennyből az angyal le fog szállni? Belülről kell előbb megváltozni. És ha belülről mindenki egészséges, a helyén van, akkor akik a feje fölött vannak, azok is egyre jobbak kezdenek lenni. Mert van hova igazodniuk. Tehát jelen pillanatban vak vezet világtalant. És mindegyik egymásnak mondja, hogy majd milyen jó lesz. Mert most növekedünk, most összefogtunk, most nem fogtunk össze. Hát az ember azt mondja, hogy az élet ebből nem fog kikerekedni. Szerencsére az élet mindig több, mint az ilyen szakaszolt reménygyártás. És bizony tudni kell, csak magánhangzókat rögzítettek, amikor bonyolódott, akkor 1-2 jelet betettek. Most emlékezzünk az egyiptomi napisten nevére, hát ott Rának vagy Rének hívják. Na igen ám, de gondoljuk végig, ott nem Rá vagy Ré, hanem van egy eredetileg egy R hang. Ami könnyen lehet, hogy nem is R volt, hanem L volt, de ezt már nem bonyolítjuk. Legyen most R. Más nevet adnak a felkelő napnak, mást a lemenőnek, és mást a delelőnek. Na most Ré vagy Rá a delelő napnak a neve. Saját látszó pályáján a nap mikor jut csúcsra? Hát délben. És ekkora neve Rá vagy Ré. Nyugodtan mondhatjuk is, hogy ura a helyzetnek. Miért? Mert úr. És akkor süt a legerősebben, tehát erő. Van magyarul olvasati lehetősége? És mert ez egy fényár, hát ez egy ár is. De szó szerint, és kapaszkodjunk meg, ez már ártani is tud. Hát a delelő napnak az ereje sivatagban, nálunk nyáron a kánikulában milyen tud lenni. Na most jegyezzük meg, most a könnyű elvet mondtam, de még variálunk rajta, csak a magyar nyelv segítségével. Leírjuk, tehát most játék a gondolatokkal. Eszem Tehát leírjuk, de én arra gondolok, hogy az eszemet leírtuk, már ilyen módon, nem úgy, hogy leírtuk, fel is írhatjuk, de van egy S és egy N. Na most ez mit fog jelenteni innentől kezdve? Például azt is, hogy úszom, meg eszem, és az eszem, hát jelenti azt, hogy eszem, meg jelenti, hogy eszem. Az iszom, a szem, a szám, hát nem akarom én végtelen ragozni. Na most hogy fejtenek meg ókori szövegeket? Hát így. Ez a majdnem sehogy. Ezért olyan töredékesek és olyan ellentmondásosak. Mert nem tudják. Hát gondolj, itt nyelvében él a nemzet. És van egy olyan ország, bárki elmegy, hát gyakorlatilag arabnál is van ilyen, bárki elmegy, nekem úgy mesélték, ki van írva egy mondjuk utcatábla. Mi van ott feltüntetve? Csak a mással hangzók, és mégis tudja mindenki olvasni. És ha az eszem utcában van, akkor nem azt fogja mondani, hogy az iszom utcában vagyok. Tehát pontosan tudja. Na most, hogy érthető legyen, óriási baj, hogyha a nyelvalkotó gondolkozás gyakorlatilag átmegy egy csőlátásból, egy olyan síklátásból, amiből olyan egysíkú lesz a világ, hogy arra bármit rá lehet vinni. Bármit. Csak legyen, aki egy sík felületről naponta elmondja. Ez lehet a hírek, lehet sugárzások útján. Tehát, hogy érthető legyen, nem a világgal van probléma. Van egy csodálatos nyelvünk, és teljesen egysíkúvá lett a gondolkozásmódunk. Most ezt egy ember a fejében hogy oldja meg, hogy az anyanyelvét gépiesen egy síkban használja, ez már azt jelenti, hogy akkor ezek szerint ott már ez van, mert mással már nem lehet gyanakodni. Tehát ne ijedjünk meg, hanem leírjuk Ady Endre nevét, de hogy? Csak a mással hangzókat. Tehát kíváncsiak vagyunk, hogy ez a név, ez mit jelent. Segítek egyébként. Rákóczi nevében milyen tulajdonságkör jelenik meg? Annyira, hogy még a Szerencsi vár belső falán is ott van egy hatalmas ábrája. Annyira, hogy amikor Zrínyi Miklós megharagszik második Rákóczi Györgyre a sikertelen lengyel hadjárat miatt, mit mond? Olyan, mint a rák. Rákóczi nevében mi van, könyörgöm? Viziló? Tündér? Hát benne van a nevében, ráadásul ábrázolják, ráadásul arról beszélnek. Megint, mit nem lehet ebben megérteni? Hogy nem a Rákóczi túrósról kapja a nevét, hanem egy tulajdonságkörről kapja a nevét. Tehát Ady Endre, tehát leírjuk a DNDR, és már lehet ér DNDR. Hát ez már DNDR, ez olyan döngöldurrogó módon jelenik meg, de még bonyolódik a dolog. Vannak mással hangzó kategóriák, tehát 6 mással hangzó kategória van, megint egyszerű dolog, tanultuk. Csak érdekes módon, amit tanulunk és tudunk, most jön megint az egysík és a csőlátás. A sziszegős hangokról még megy. Miért? Mert az már nagyon le kell lépülni, hogy a sziszegős hangokat ne sziszegős hangoknak tekintsük. És akkor elmondjuk, na mondjunk sziszegős hangokat, harmadik osztály, második osztály, de lehet, hogy már első osztályban. Na, kedves gyerekek, mondjatok sziszegős hangokat. És akkor mit fognak mondani? Sziszegős hangokat. Miért? Mert megközelítőleg ott képezzük ezeket a hangokat magyarul, egy családod, bokrot alkotnak. Tehát sziszegős hangból nem lesz pöfögős hang, vagy köhögős hang. Tehát a S, a Z, az S, a távolabbról a C, a C is ide tartozik. Tehát vannak sziszegős hangok, hanem ami érdekes, így is mondjuk köhögős mással hangzók. Miért köhögős? K, H, G, és kapaszkodjunk meg, még a G is ide tartozik. Aztán, hát ha kettőt így számon tartunk, most már a pöfögőst mondtam, nehogy böfögősnek mondjuk PBVF. Hát itt Valentin, Bálint, Bálint, Valentin. Tehát hogy mondjam, a P, a B, a V, az F tud egymásba változni, de nem lesz belőle elhang. mert az LRJ tartozik egymással hangzó kategóriába, LJ esetében érthető az R, hát aki nem tudja az R hangot mondani, az mifelé viszi el. LRJ mással hangzó kategória. Akkor van az MN-eny, van a TD-tj, na most Adi név esetében itt a TD-váltás jelent majd lehetőséget. Hát Adi Endre például dendara. Na most miért érdekes ez a dendara? Nem azért, mert Egyiptomban mondjuk éppen egy istennőnek a szentélye van ott, az tényleg egy templom, hanem az elnevezés. Ez a görögben már a tündéroszból. Így is mondják, dendarosz, tündérosz. Na most tündér véletlenül, tündér. Tehát ha görögben és az Egyiptomban a dendara és a tündéres az ugyanaz, akkor miért csinálnánk ebből gondot? Na most viszont itt egy olyan zodiákus mennyezetvilág maradt meg, ami az emberi művelődés történetben párhuzamos. Tehát azért bátran állítom, hogy párhuzamként be lehet állítani. Na de a tündér is ide tartozik. Időmadár időn túl, ide indul, idén időre, most végig lehetnám pörgetni, és megkérdezem, mi igaz Adi Endréből ebből? És kérdezem, majdnem minden. Egy időn túli ügyről van szó, és egy tünékenység. Szeretem a tűnő szerelmet, szeretem megcsókolni, aki elmély. Tehát ez a tündér van is, meg nincs is. Az egész Adi jelenség ilyen. Hanem ami, mint tanítás ebből kijön, tehát DNDR, tan, az bejön, gondolom érzi, tantra. Na most mi a tantrának a lényege? Ez tényleg tant jelent, csak hogy ahol tantraként gyakorolják, az leginkább kelet. Tehát vannak tantrikus hagyományok. Tantrikus hagyományok leginkább a hindu és a buddhista vonalon vált híressé. Na mi ennek a lényege? Maga Adi Endre mondja. Szinte szó szerint sötét beteg kor, amiben vagyunk. Na most a sötét korszakban ilyen hagyományokon keresztül, és ez a kemény tétel. Egyébként erről filmek is vannak. Ezt azért mondom, hogy politikai történetek a 20. században bizony sokszor arra vezetik vissza, de én most nem részletezem, mert ezt az okkultizmusnak fogják nevezni. Ez azt jelenti, hogy felgyorsítani azt a világot, ami nyakig benne van a sötétségbe. Hogy minél hamarabb legyünk rajta túl. Igen, ám csak ez nagyon veszélyes. Mert mindennek megvan az ideje. És van egy apróság, véletlenül nem így dolgozik, akinek a láncai a jelenések könyvében elszakadtak, el lett oldozva. Siet, mert tudja, hogy kevés az ideje. És elkezdődik most pozitív módon, mert most nem innen vesszük a példát, ha sötétség van, akkor mit tudsz tenni? Ha bűn van, zűlöttség van. Hát menj ki az utcára és mondd azt, hogy kedves testvérek, nem is érti, akihez beszélsz. A mérgeket elixírré kell átalakítani. Igen ám, de könnyű erről beszélni, de hogy kell csinálni? Na ide figyelj, most mondok egy példát, nem ide mondom és így. Ott van az a rohadt ronda boszorkány. Olyan ronda, hogy ránézel, és elájulsz az ijegységtől. Na ebbe a ronda boszorkányba vedd már észre Tündér Ilonát. Próbáljuk meg. Próbáljuk meg. Vagy mást mondok, kicsit a hasonlatképpen. Ott van a leprás pestises beteg. Lepra rohadt szét. És Szent Erzsébet elmondják róla, mintha nem is beteg teste lett volna a betegnek, hanem maga a szentség. Meg tudta csókolni a leprás beteg leprás sebét. És írtózatos bűzzel jár. Ja, érezd ezt a bűzt úgy, mint a legillatosabb rózsának az illatát. Hát ezek szép szövegek, gondolom érzékeljük. Hát szaladjunk át a túlsó partra, mondjuk Párkányba, de ne a hídon, hanem a Dunavizén. Hát persze, én is el tudom mondani, csak megcsinálni nem tudom, hogy hogyan kell. És tulajdonképpen itt jön be egy nagyon érdekes tétel, ugyanis Ady Endre le is írja ezeket. Mondok egy egyszerű példát. Jöttem a Ganges partjairól. Himaláják csúcsai. Bármennyire hihetetlen, Ady Endre tudatos kapcsolatot tart azzal a kelettel, amelyikről mi is tudunk, csak ha ő verseiben, szövegeiben beszél róla, azt hiszük, hogy költői kép. Kortársak a Gangeses versét annyira nem gondolták költői képnek, mert így végződik, hogy a Tisza parton mit keresek. És többen beszóltak neki. Ide figyelj, Bandi. Ide figyelj, András. Ő Ady Andrásnak született. Ide figyelj, Endre. Ha nem tudod, hogy mit keresel a Tisza parton, menj a Ganges partjára. Aztán, hogy tovább fokozzam, távoli a rezonancia. De mindenki tudja, hogy ha a külvilág őt valamire hasonlítja, és ő is érez belső hasonlóságot, és fontosnak tartja, akkor azzal foglalkozik. Most Ady foglalkozott egy jelenséggel. Bölöni György elmondja, hogy Párizsban ismerkedtek meg. Mind a ketten Szilágyságból származtak. Párizsban ismerkedtek meg, és mi történt? Hát Adyval találkozni ez a lehetetlen kategória, egy hónapot minimum leveleztek, amíg összejöttek, és már egyszer majdnem sikerült a találkozó, Ady Endre már majdnem ott volt, és még nem látta őt Bölöni György, képeiről ismerte egyébként. És egyszer csak bejött egy jó kiállású fiatal, hát Ady is 20-as éveit tapossa, a fiatalember, leül az asztalhoz, és Bölöni György úgy nézegeti, úgy elég sötétbarna a bőre, Adynak jó sötétbarna volt a bőre, elég nagy megigéző tekintetek, és nézi, a fiatalember is állandóan visszanéz. És Bölöni György eldöntötte, hogy ez nem lehet más, mint Ady Endre. Feláll és odamegy, és üdvözli, hogy hát, na, jó napot kívánok. Hát egy indiai királyfi volt. Most mondok egy példát, tehát egy hindu volt. Magyarul össze lehetett téveszteni Ady Endrét. Tehát nem véletlenül, hogy jöttem a Ganges partjairól, hogy érthető legyen költő, amikor ihletből zenél, muzsikál, és az élet melódiáját ontja magából, akkor ott nincs mellébeszélés. Járjál utána, hogy mi a belső tartalma. Hát gondolom tudjuk, Petőfi Sándor se állt le a saját szüleinél. Már eleve ott is bizonytalanságok vannak. Hogy az öreg Petrovics, na de ezt nem részletezem. Teljesen mindegy ebből a szempontból. Hanem mit mond? Kivel tartott Petőfi Sándor, ma úgy mondják, lehet megijedni. Úgymond reinkarnációs kapcsolatot. Hogy az ő leszármazottjának tekintette magát. El is kezdte írni azt a hatalmas, veretes eposzt, csak a szabadságharc viharai, ezt nem Lehel vezér. Vegyük elő. Le is írja. Tehát nem úgy, hogy Ond unokája, meg nem tudom kinek az unokája, hanem mintha ugyanaz a lélek működne bennünk. Na most ez azért érdekes, mert mondok még egy példát, csak azért, hogy a témát egy kicsit hangulati síkon közelebb hozzam. Történik valami csúcsán, lemennek fürödni a kis folyóhoz. Nyár van, és Ady egy ilyen kendőt köt a fejére. Hogy nézett ki? Bölöni írja, mint egy indiai maharaja. Most, hogy érthető legyen, beszélnek dolgokról. Tehát amikor azt mondja Hatvany Lajos József Attilának, amikor József Attila egy Attilába bújik bele, hogy te úgy nézel ki, mint Petőfi Sándor. Akkor tudni kell, hogy eleve úgy nézett ki József Attila, mint Petőfi Sándor, és még rá is játszott erre. Tehát úgy ült a japán kávéház előtt a tükör előtt, hogy közben nézegette magát, és mondogatta, nyilván ez túlzás, hogy már tényleg úgy nézek ki, mint Petőfi. És akkor Szántó Judit is leírja. Egyik nap ott van I. és Gyula is náluk, és megkérdezi Petőfi, hogy ide figyelj, Jutka, kettőnk közül, tehát hogy érthető legyen most mit keresünk, milyen tulajdonságkör tudatos vállalását keressük. Következőket mondja, ide figyelj, kettőnk közül ki Petőfi? És ez nem elmekortani eset. Hát könyörgöm, úgy néz ki, mint Petőfi Sándor. Nem az éme verset ír, hanem olyan az Ádám csutkája, olyan a megjelenése, valahogy mindenkinek József Attiláról Petőfi Sándor jut eszébe. 60-i azt mondja, hogy filmet akar Petőfiről forgatni, Attila, te leszel a főszereplő. Hát ez egy döbbenetes a hasonlóság, már egy hozzáillő öltözetbe. És akkor következőt mondja Szántó Judit. Hát Attilám, úgy is tudod, hogy te vagy Petőfi. Rendben, jó, de akkor Gyuszi arany. Párosok jelennek meg a magyar irodalomban is, nem csak Hunor magyar az indulásnál, hanem Kodály és Bartók is. Tehát megjelennek, és érdekes módon érzik magukat valakinek. Nem úgy azonosítják, ahogy mi most így lehet látni az idő befejeztére való várás pillanatában, ahogy gondoljuk, nem úgy, hogy ki az én ihletőm. Gondoljuk végig, hogy maga Attila király még hány embert ihletett. Eleve József Attila is leírja, Csontvári megfogalmazza. Nos, erről a minőségről van szó. És végeredményben úgy tűnik, hogy Adinál megjelenik egy szerepkör. Kiolvasható a nevéből, benne van a viselkedésében, leírja a versekben, a nőről mit ír. Most nem akarom felolvasni. Saját szó. Lehet tőlem az utca rongya is. Világos? Most nem fogjuk elhinni. Tantrikus tanítások ugyanezt fogalmazzák meg. És mi a beavatáspróba? A mérgek, ha átmennek rajtad, akkor nem szabad, hogy befolyásoljanak és meggyilkoljanak. Hanem a mérgeket miért? Mert eleve egy mérges idióta világban élünk, kikerülni nem tudjuk, alakítsd át. És hogy milyen jelenségről van szó, Csikós beavatást idézem. Nem én fogalmaztam meg, élő hagyományból tudjuk. Hogy lett valaki Csikós? Hát beszélni én is tudok, hogy ha majd a ménes megszalad, akkor majd nagyobbat cserditek az ostorral, mint ahogy dörög a mennydörgés. Meg milyen jól fogok lovagolni. Igen ám, de szélsőséges helyzetekben hogy leszel ura saját magadnak? Hát majd valahogy. Na jó, hát ha nem leszel az, nem tudod megállni a próbát, akkor nem lesz belőle egy Csikós. Összetett a próba, az egyik próba az miből állt? Bemennek a csárdába. Olyan mennyiségű bort iszik meg a legény, hogy gyakorlatilag van egy határ, amikor már részegség az, nehogy ebből példát akarjon valaki meríteni, hogy érthető legyen. Amikor már fizikailag elviselhetetlen, akkor fel kell állni az asztaltól. Hát, hogy látom, hogy nem érzékeljük. Nyilván nem fognak belélőni 3 golyót, de hogyan uralod a fizikai testedet? Hogyan? Szövegelni én is tudok. Aztán fogorvosnál az ember egy kis fájdalomtól elájul. Tehát hogy bírsz dolgokat? És ilyenkor megnézik, hogy ura vagy-e magadnak. Tehát ez mit jelent? Fel kell állni. Mintha mi sem történt volna, ember már nem tud, már az asztal alól nem tud kijönni, neki mindenféle kilengés nélkül ki kell mennie a csárdából. Ott van a lova, most jön a folytatás, föl kell rá pattannia. Hát egy csíkú, könyörgöm, tehát hogy érthető legyen. És akkor gondoljunk arra, magyar királyokról milyen hír terjedt el, például Mátyásról. Megmérgezhetetlen. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy néhányszor már biztos próbálták megmérgezni, csak a méreg nem fogott, és egy idő után feladták. Ezért aztán halálánál valószínűleg más után. De akkor meg már le is telt a küldetése. Tehát, hogy érthető legyen. Én voltam úr, a vers csak cifra szolga, mondja Ady Endre. Tehát kimegy a Csikós, fölpattan a lóra, és nyári éjszakán fölmutat a delfin, vagyis a kiskereszt csillagképre. Állítom most nem azért, mert én tudom, és villogni akarok, de ki ismeri ezt a csillagképet? Na, itt vannak a problémák. Ő viszont rámutat. Egy nagyon halvány, kis terjedelmű csillagkép a Tejút mellett a Hattyú oldalában. Egy gyönyörű kis csillagkép. Hát eleve, hogyha nincs semmi baj, akkor is keresni kell, nem tudom, hogy érzékeljük-e. És ha nem mutat rá, hiába ugrott föl, fiam, mondja neki az öreg Csikós, hát majd jövőre jelentkezzél. Most nincs szükségem Csikós segédre. Ennyi a dolog. Tehát végeredményben ezekről a sajátosságokról van szó, és itt ennél az életvitelnél még az 5 mérget is megnevezik egyébként, például a hindú és keleti hagyományok, 5 méregből 2, nem fogjuk elhinni. Alkohol, aztán kábítószer, tehát ez már nem az. Na most kiábrándító lesz, amit mondok. Ady Endre és az ópium. Hát mindent kipróbált. Mindent. De most ne ijedjen meg senki. Hát francia költészetben mondjunk, ma úgy mondanánk, egy nem ilyen típusú költőt. Miért? Baudelaire, hát úgy szívták, mint annak rendje. Arthur Rimbaud. És akkor kiderül, van egy probléma. Ezt a műfajt kik terjesztették el? Ez felül, idézőjelbe felülről. Most megint nem mondok nevet, mert József Attila is. Akkor a külvárosból felmegy a Rózsadombra, ott nagy álló rendezvény, nagy fogadás van, mindenki, csillárok lógnak, gyönyörű kaviár, és leírja Szántó Judit is. Na most Attila nem evett hetekig, kaviárral mit tett? Bagózott, tehát olyan nikotinészsége volt József Attilának, hogy ez valami hihetetlen. Ismerjük azt a sárgaságban szakivá váló bajszot, akinek a nikotin, hát körülbelül ilyen volt József Attila is, szerintem. Tehát a ujjaim már látszottak a nyomok, meg fényképeken lehetett látni, hogy ezt a rögeszmésen szinte, hogy tartja és szívja, csak mást is szívtak. És végighányja az utat. Most az ember ám elkezd tűnődni, hogy honnan kezdik népszerűsíteni, aztán terjeszteni, meg gondolom érzek, külvárosba egy prolinak nem jut ilyen eszébe. Ez bizony dekadens, úri, tehát ilyen dekadens pénzes körökből kezdett el terjedni. És a nő, és ráadásul kapaszkodjunk meg, nem a szűzlány, hanem a szajha. Na most Ady Endre életét végig kísérték. Tehát ott voltak a szüzek is, tényleg jó tündérként, de hát hiába jött neki egy jó tündér, másnap már a kuplerájba volt. És ráadásul akitől ő elkapta a vérbajt, hát az a kornak a leghírhettebb, hadd ne mondjam, férfi már nem nézett rá. Na most ez Ady Endre. Magyarul most ne ijedjünk meg. Nyilván ösztönösen, de ez volt az útja. És ki az, aki utána csinálná? És gyorsan az idézetek és búcsúszó. Második rész következik, mármint idézetben. Babics Mihály. Ady Endre élethite önmagában küldetésében egy valóságos, vallásos hit. Igen, így van. Vegyük komolyan, olvassuk el a verset, könyörgöm, ennyi lelkész a családban, hát ő egész életében a Bibliát olvassa. Párizsban készül egy fénykép, szállodai szoba, ott a korsó hideg sör, mert nem tud aludni, ég a teste, hűti magát, és mellette ott a Biblia. Na most mindenhova viszi a fekete kötésű Bibliát. Mi Ézsajás Margójára nem ír verset? Hát ez a címe is. Tehát végig olvassa. Tehát lehet, hogy nem sziporkázó a műveltsége, de mélységben nagyon érdekli őt a teremtés és az emberség léte. És olvassa az Ótestamentumot és az Új Testamentumot. Ady Endre élethite önmagában küldetésében, tehát élethite önmagában küldetésében egy valóságos vallásos hit. Ez az Adi élethite, hogy élete fontos élet, nagy rendelés, szent revelációkkal teli, amit ki kell teljesíteni, végig kell csinálnia áhítattal. Majd ezzel végig kell csinálnia. Babics Mihály. Tehát nem tölt el, író emberek, tehát ez tudja, hogy mit ír le. Reveláció, elrendelés, predesztináció, ezt kell csinálnom. Akár megért engem az úri közösség, vagy az erkölcsös világ, akár nem ért meg. Ezt kell csinálnom. Csináld utána. És majd utálni fognak. Akkor is ezt kell csinálni. Kemény ám a helyzet, mármint ezen az úton az ő életében. Nem csak magának, hanem nemzetének és a világ számára is. És így Adi profétai attitűdjét jelzik. Másrészt kétségtelen, hogy a lélekvándorlás eszméje egyáltalán nem volt idegen Adi fantáziájától. Most ez mit jelent? Nem fogjuk elhinni, többször mondtam ezt már, ez ilyen töltelék félmondat. De ha valaki leír ilyet, hogy Aditól a lélekvándorlástól nem volt idegen, akkor véletlenül honnan tudja? Hát nyilván beszélnek róla. Föl sem tűnik. Hát ők is emberek. Hát nyilván megvitatnak, megbeszélnek dolgokat. És van két tétel. Predesztináció, ezt hozza mondjuk a kálvinista világból, és ugyanakkor pedig a lélekvándorlás. És ezerszer írja és jelzi. Mármint maga Adi. Például mondok egy példát. Hát az, hogy Janus Pannonius leírja, hogy hogy született le, ezt már itt megtárgyaltuk. Egyébként csak ott lent a irodalomklubban. De mi történik? Leírja Janus Pannonius. Pécs püspöke, katolikus, hithű, keresztény ember. És érdekes módon tud saját előéletéről, és tud arról, hogy majd 1000 év múlva újra le fog születni. Világos? Nem én fogalmazom, nem buddhista volt a pécsi püspök, hanem úgy tűnik, hogy az életben van egy ilyen tartomány, hogy hogy fogjuk fel, ez most egy más kérdés. Hát megkérdezik Jézustól, ki volt keresztelő Szent János? Na most mit mond? Nem azt mondja, hogy ne haragudjál már, hát a világsajtó tele van, most fejezték le. Te is tudod, ott gyászolta apja, anyja. Zakariás az apja, Erzsébet az anyja. Hát nyilván ilyet nem fognak megkérdezni egy evangéliumban. Vagy ha megkérdezik, az evangélista nem írja le miért. Hát mert ilyen alapon azt is meg lehetne kérdezni, mivel mostál ma fogad. Hát nem oda tartozik. És mit mond? Illés próféta volt ő, csak nem ismerték föl. Pont. Ez annyira fáj sokaknak, de akkor az életben mi az, ami lassan nem fáj? Tehát az egysíkú világlátásból ki kellene már törni, van egy tengely. Ott fent is van egy világ. És úgy tűnik, vannak alapvető sajátosságok. És nyilván nem úgy van, ahogy mi elképzeljük, na de ha Jézus azt mondja, hogy ugyanaz a lélek, aki testet öltött Illésként, ugyanaz a lélek testet öltött keresztelő Szent Jánosban. És ez mit jelent? Egyáltalán nem biztos, hogy azt jelenti, hogy keresztelő Szent János tudja, hogy ő Illés proféta is volt valamikor. De nem erről van szó, hanem arról, hogy Jézus elhívja a tanítványokat, apostolokat, apostolok szabadkoznak, mit mond Jézus? Ismertelek benneteket akkor, amikor még nem is voltatok. Ébresztő. Tehát hangsúlyozom, az egysíkú világlátás itt a Európa közepén, hát Adi most aztán ostorozna. Valami hihetetlen méreteket öltött. Azt tudjuk, hogy mi lesz a legújabb Eurovíziós dalfesztivál. Már lehet jelentkezni. Hát könyörgöm, kit érdekel. És nehogy azt higgyük, hogy már nemzeti oldalon is vannak slágerlisták. Témakörökben. Bár mindenkit úgy érdekelne a valóság és az igazság, hogy bedobnak témákat, és akkor mindenki azután hevül, és akkor eltelik pár év, és már mintha nem is lett volna. Foglalkoztatva vagyunk. Ezt úgy szokták mondani, tematizált a gondolkozásunk. És mi mindig azt mondjuk, hát az ővé igen, de az enyém nem. Hát, ahogy J. és Gyula mondja, ahol zsarnokság van, apafej, van egy probléma. Benne vagy a Itt vagyunk ennek a kornak a kortársai. És pontosan az a baj, hogy a 15 milliós magyarság úgy tekint, hogy ez nem az én problémám, mert én nem vagyok érintett. Mert hát azért rám ez nem hat. Nem a csodát, nem úgy látszik. Tehát tovább gyorsan. Kétségtelen, hogy ez az élethalál eleve sorszerűnek érzett és szimbolikusnak érzett és szinte mámorosan igénylett élethalál volt. Kirendelte el, mi az a nagy titok, amely mögött rejtőzik. Most jön Szegfű Gyula. Hát Szegfű-Hóman páros, tehát történelemből ismert lehet. Na, erről a Szegfűről van szó. Tiszáról és két magyar sorsa hanyatló korban, Szegfű Gyula, Tiszáról és Adiról. Tisza István egyszer egyéb nemzeti bűnök köz szemére veti Adinak, hogy lelki anarhiát terjeszt. Kétségtelen tény. Kétségtelen tény. Folytatom. Adi költészetének még élt, írja Szegfű Gyula, kétségtelen romboló anarhia terjesztő hatása volt. Azon pártok érdekkörébe tolatott, ő írja, azon pártok érdekkörébe tolatott. Tehát ő volt a szerelvény. Senki nem kérte meg, ő betolatott. Tehát, vagy tolatott, melyek a fennálló viszonyokat szétzüleszteni törekedtek, de asszimilálatlan voltuk miatt nem lévén egyenes útjuk a magyar lélekhez. Adit, a fajmagyart használták szócső gyanánt, felforgató ideáik terjesztésére. Ami kevés, és azért tudni kell, ez a Szegfű Gyula 1945 után hol lesz nagykövet? Moszkvában. Tehát, hogy érthető legyen, kifogalmazza, mert moszkvai nagykövet volt. Miközben Hóman Bálint börtönben mártírhalált hal. Van ilyen is. Ami kevés a marxizmus és a jászi csoport elveiből a magyar értelmiségibe eljutott, az Adi közvetíté lendület nélkül írt, ez nagyon jó, ahogy megfogalmazza, erről van szó. Hát az nem vers, hogy akasszátok fel a királyokat, azt gondolom tudjuk. De van lendülete. Hát Petőfi, hát most megint a költészet, az nem az, hogy akasszál. Aki ezt jó versnek vagy versnek tartja, az nem tudja, hogy mi a vers. És gondoljuk végig, Petőfi a világirodalom egyik legnagyobb költője. Na de engedelmet kérek, ez, Sándor, nem vers. Ez annyira rossz és úszító és embertelen. Mi van, hogyha az jó ember? Akkor is felakasztod. Tehát ez elvakultság. Ez már annyira lelkes forradalmár vagyok, hogy most már annyira lelkesedem, hogy akasszátok fel a királyokat. És éljenek a proletárok. Hát ő még ezt nem tudta mondani, mert ilyen fogalom még akkor így nem terjedt el, de majd Ady Endre mondja. És képzelj, Ady Endre, aki Nizzába és Monte Carlóba játék, barlangokba kaszinózgat, és a zsozsót kapja a bankároktól, most elnézést a szakkifejezésért, ez mondja azt, hogy véreim magyar proletárok. Hát az ember mit mond? Gratulálunk, Endre. Tényleg. Hitelességből. Hát ez nem is akarom tovább mondani. Na de jegyezzük meg, nem erről szól Ady Endre. És majd nem én fogom belemagyarázni, ha még ezt a másfél-két-három órát kibírjuk, nem, most már tényleg nagyon gyorsan töltöm, akkor az időt nem csak politikában volt ő a készülő anarchia harsonása, a polgári rend erkölcsi felforgásával is tüntetőleg szegzé szemben a Párizsban eltanult szabadosságot, a beteges és csak azért is erotikát, visszatérve egyébként, mert ez kimaradt, Ady közvetíti a lendület nélkül írt, keservesen átkozódó forradalmi verseivel, forradalmi idéző. És tényleg ilyen, nincs bennük lendület. Hát az, hogy a nyár, kassa egyen, nyár heves, kassa egyenes, hát ebben nincs lendület. Petőfiben még a valamieibe is van. És észreveszik, hogy csörömpöl, nincs benne lendület. Hát ez egy pojácának hogy mondjam, megjátszódozásai, csak hát szépen ír és lendületes a dolog. De nem csak politikában volt ő a készülő anarchia harsonása. A polgári rend erkölcsi felforgásával is tüntetőleg szegzi szembe Párizsban eltanult szabadosságot. Beteges csak azért is erotikát, Slön alapítója egy Párizs imádóiskolának. Mindez további dekadenciát jelentett, még azon fokhoz képest is, melyre nemzedékünk már valósággal lehanyatlott, és érthetővé teszi, ha jóhiszemű ellenfelei is ezekben látták Ady lelkének igazi megnyilvánulását, és értetlenül mentek el magasabb jelenségek mellett. Na most nem lehet érteni, én is megértem, mert menetben gyorsasággal olvastam, tehát figyelmeztet Szegfő Gyula. A felszín, elmegyünk a magasabb jelenségek mellett, és a még élt, kétségtelen, hogy Adynak olyan szipolyozó, romboló, egészségtelen hatása volt, hogy nem is lehetett észrevenni. Igen ám, de ez olyan, mint a köd elmúlik. Vagy felkel a nap. És halála után sok minden kiderült. És itt írja 1927, Makai Sándor református, püspök is volt, tanár, magyar fa sorsa. 1927. Lehet-e Ady a magyar ifjúság követendő mintaképe? Hiszen világos, hogy nem lehet. Nem is akart az lenni, nem is volt soha az. De tragikus életében és költészetében a magyar lélek oly válságai, bűnei, szépségei nyiladoztak ki, amelyek együttvéve hatalmas életformáló tanúsággá tömörödhetnek egy öntudatos nemzedék lelkében. Ezt a tanulságot elzárni a jövendő elől senkinek nincs joga. Magyarul ismerjük mi Ady Endre költészetét? Hát már vagy 100 évvel, hát azért az nem, de 26, majd 2026. 100 éves évforduló lesz, meg aztán Mohács évforduló. Leírják, tehát leírják egy öntudatos, itt üzenet fogalmazódik meg. És mire születtek ezek a költők, hogyha élünk a fesztivál meg buli Magyarországban? Fesztivál itt, fesztivál ott, sörsátor itt, sörsátor ott, röpül a páva amott, sok lovas emitt. Ebből nem lesz nemzeti megújulás. Ez körülbelül jelen fokon, hadd ne mondjam, hogy milyen szint. De ezt most nem akarom kimondani, mindenki fantáziájára bízhatom. Tehát nem mindegy, hogy hogyan élünk meg dolgokat, és úgy tűnik, hogy egyre kevesebbel beérjük. Lehetőleg minden hónapban legyen fesztivál. És fesztiválozzanak a vallásosok, fesztiválozzanak a nem vallásosok, mindenki fesztivál éjségéről sikerül gondoskodni. És időnként olyan piros-fehér-zöldbe borul minden. És hol vannak a tények? Hol van az, amikor hivatkozni kell arra, meg kell indokolni, hogy miért itt vagyunk Európa kellős közepén? Tudnánk-e a történelemnek választ adni? És elmondja minden lélekgyógyász. Az értelem nélküli életet a legkisebb szellő is a helyéről, mint a hópelyhet úgy sodorja el. És azért nézzük meg, hogy mi van a világban. Nézzünk már egy kicsit körül. És azért igényességnek is kellene lenni. Tehát van egy költészet, most Ady Endréé, és úgy tűnik, hogy szólamának. Ezerszer messiások a magyar messiások. Mi az, hogy messiás? Felmerülnek kérdések. Na de ebben már nem is fogok én belemenni, pedig hát ez lenne a legfontosabb vonulat. Ezt a tanulságot elzárni a jövendő elől senkinek nincs joga, mert ez a tanulság azért küldetett, hogy hasson és neveljen. Na most 2 utolsó példa. Fülep Lajos Ady éjszakái és éjszakái, ez egy nagyon jó sorozat, Trabnóti Miklós, Íjés Gyula, Németh László, tehát magyar irodalom jeleseiről egy ilyen antológia, válogatások, saját versek, mások versei, életrajzi leírások. Megmondom, hogy miért jó. Ezek nem nagy könyvek, de legalább egy kis műveltségi tájékoztatást adnak. És akkor az ember azt mondja, hogy Kosztolányi hogy vélekedett Tadiról, akkor nem megijedni kell, hanem például el kell olvasni. Rossz költőnek tartotta. Azt mondta, ha volt vagy 50 verse, akkor sokat mondunk. Na de vissza lehetne kérdezni, hogy Kosztolányi Dezső, neked volt 50 olyan versed? Mert volt egyébként. Na de Adinak is, ha van 5 olyan vers, vagy 10 olyan vers, van 1-2 olyan vers, ha valaki csak egy ilyen verset írt, már ott van a helye. És azért Adi 50-et írt még a Kosztolányi mércével is. Hát miről szólnak ezek a versek? Kutya nem foglalkozik velük. Adi éjszakái és éjszakája. Egyszer bár tudtam, nem tűri, hogy privát ügyeibe beleszóljanak, ez meg különösen kényes téma volt. Szóvá tettem éjszakázásait, hogy az ilyen stílusú és méretű milyen veszedelmes, hogy ő érte milyen kár. Tudtam már, hogy rengeteg altatóval sem alszik el. Na most ez az altató típus, amit ő szedett, ez hangsúlyozom. Hát ez minden altató olyan. Ez már ma kábítószernek minősülne. Láttam egyszer, voltam nála délben a hotelban, miket mondott. Nem engedte végigmondanom, de ingerültség nélkül vágott közben. Na most ez egy ritka pillanat, azért tudni kell, hogy Fülep Lajos megint nem akárki volt. Tehát neki neve van, rang, és úgy tűnik embersége. És gondoljuk, hogy Adi, ő maga írja, és ez egy szavahihető ember Fülep Lajos. Ingerültség nélkül vágott közbe. Hát te se érted? Nem elég, hogy azok nem értik? Na van-e még kérdés? Tehát te sem érted? Nem elég, hogy azok? Most én nem írok be neveket, hogy kik az azok. Tehát, hogy azok sem értik. Majd egyszer Adi édesanyjának Visel dolgait olvassuk el, hogy szerinte kik vették körbe az ő fiát. Kik rontották el, kik kergették ilyen helyzetbe. Most más kérdés, hogy az elfogódott édesanyai szív. Azok. Na most, én most nem keresnék itt egyébként embereket, itt jelenségről van szó. Mennyi bajuk van az én éjszakáimmal? Azt hiszed, én nem tudom, hamar belepusztulok? De nem élhetek másképp. Mennyit beszélnek róla mindenfelé, hülyék, Adi a bohém. Én nem vagyok bohém, minden ízem lázad ellene. Magyarul minden íze lázadozik, a tivornyák, éjszakák, alkoholok, tehát az ilyen életvitel. Akkor miért csinálod? Hát kiderült, itt már érzékeltettem. Van ilyen út, csak ez nagyon ritka. Tehát ez nem olyan, hogy mindenki számára. Ez ritka. A magyar irodalom történetben gondoljuk végig, hát van egy Ady Endre. Más volt Balasié, más volt Petőfié, Csokonai egy kicsit nem véletlenül szerette Ady, de teljesen más. Ez annyira, ahogy ő mondja, senkinek senkije, semmilyen nem vagyok. Sem rokona, sem boldog őse, sem ismerőse, sem utóda, se felejtsetek el. Vegyétek észre, hogy mi vagyok, vagy ki vagyok. És így folytatja. Mert az én éjszakáimról beszélnek, mert nekem nincs nappalom. Amiben én élek, mindig éjszaka, és minél nappalabb, annál éjszakább, minél világosabb, annál sötétebb. Hát azt hiszitek, azzal a nappallal, azzal a józansággal lehet írni, egyáltalán élni? Egyáltalán élni azzal, amit én látok, amit én tudok? Kemény ám ez a kifakadás. Hogy gondolod azt, hogy olyan könnyű azzal élni? Hát nem arról van szó, hogy egy fiatal önpusztító költő itt éjszakázgat. Azt hiszed, hogy én ezt nem tudom. Próbáld meg helyettem csinálni. Vagy valaki álljon be a sorba. Na, folytatom tovább. Olyan józanon csak azt tudom, hogy már minden hiába való, ne felejtsük el. Trianon előtt vagyunk például. Soroljam? Hát ők még hátuk mögött van egy régi magyar világ. Hát nekünk már nincs ilyen, nekünk hátunk mögött Trianon van, tragédiák vannak. Az ő nemzedékük még nem élte meg, előre sejtette a hatalmas nagy katasztrófát. Aztán úgy éli meg. Tehát ezt a népet már megölték, testében, lelkében. Itt nincs föltámadás, de belenyugodni se lehet. Én nem nyugodhatok bele. Ha mindenki belenyugszik is, én nem tehetem. Meg kell mondanom, hogy mindenki meghallja. De úgy nem lehet. Tehát meg kell mondanom, hogy mindenki meghallja. De úgy, nem tudom, hogy érzékeljük, úgy dölt betűkkel azok, te sem érted. És úgy nem lehet. Ezt az utat úgy végigjárni nem lehet. Mert az üzenetet, hát eleve be kell menni a sárkány torkába. Tehát ő bemegy a rendszerbe, ma úgy mondanánk. Tehát gyakorlatilag azok a felelőtlen, meggondolatlan történelmi erők, akik kiprovokálnak helyzeteket, majd azt mondják, hogy hát ezt nem gondoltam volna. Na most egy ilyen világba belesétálni és megpróbálni belülről valahogy az egészet átalakítani. Tehát, így folytatja. Kálvinista vagyok. Minden ősöm az lehetett már a kálvinizmus előtt, már a kereszténység előtt, ha az eleve elrendelés hite kálvinizmus predesztináció. Nem vagyok teológus, se filozófus. Nem tudom, mi a predesztináció. De belém van ívódva, mindenben látom, ami velem történik. Már abban, hogy éppen ide születtem erre a földre, ebbe a népbe, akkor van öntudat. Akkor számon tartja, hogy ide születtem ebbe a népbe, ebbe a sorsba. Lassan eljutunk oda, hogy emberek vagyunk, és emberi ügyekről, ha beszélünk, azt mondjuk, hát belemagyarázás. Komolyan lassan kezd itt tartani a világ egy része. Hát jártunk most a Kaukázusba sok helyen, vagy éppen Erdélybe. Hát Erdélybe egy fiatal számára eszébe se jutnak olyan idiotizmusok, ami itt teljesen általános, még népnemzeti körökbe is. Most ezek a különös dolgok. Mi történik Magyarországon? Mi történik a szellemi, lelki, tudatos életünkkel? Mert most nagyon magyarnak hisszük magunkat, mert egy-egy lett. Szemben megint így csinál. Tényleg mi kell itt? És közben recseg, ropog a világ. Hát ami ide nem messze van. Tudjuk, hogy milyen messze van a Donetsz-medence? Tudjuk, hogy milyen messze van? Majd nézzük meg, hogy nyugatra az a távolság mennyi. Mert nyugatba tudunk gondolkozni. A szomszédban van. És tudjuk, hogy milyen közel volt Jugoszlávia felbomlásánál a háborús konfliktus ide. És úgy élni, mint hogy nem is tudom, hogy. Tényleg fáj. Ez nem azt jelenti, hogy veszélytudattal kell élni, de valahogy reálisan kellene látni dolgokat, mert különben nem tudunk hiteles jövőt tervezni a nemzet számára. És az, hogy mindig máshonnan várjuk a megoldást. Majd valaki vezet, majd valaki megmondja, valaki álljon már az élére. Ez azt jelenti, hogy teljesen önállótlan a magyar társadalom. Tudjuk, hogy ki ilyen. Hát az a csecsemő, de abban legalább remény van és lehetőség. Hát ott tartunk népnemzeti szinten, hogy gyakorlatilag gügyögni kell hozzánk, táplálni kell, hadd ne mondjam, hogy pelenkát hogyan kell irányítani. És nem vesszük észre, és azt hiszük, hogy mi nagyon tudunk. Bárhol járunk a világban, jelen pillanatban döbbenetes a különbség. Na nem mindenhol. Döbbenetes, és nem javunkra szól. Nem javunkra szól. Tehát ennyire önállótlan gondolkozással még ott sem lehet találkozni, ahol már semmiféle önálló gondolkozás nincs. Mert legalább abban önálló. Nem is akar több lenni. De sokszor mi meg vagyunk győződve, hogy mi aztán nagyon tudunk dolgokat. Hát nagyon el vagyunk varázsolódva. Na most ezt nyilván nem itt kellene mondani, és nem is ide szól, és nyilván ez általánosságban lett megfogalmazva, sarkítva, de higgyük el, a világ, a sors, a teremtő többet vár tőlünk. Ez nem teljesítmény jelen pillanatban. Ez vegetálás. Tehát most érdemes figyelni. Már abban, hogy éppen ide születtem, erre a földre, ebbe a népbe, és tudom, én nem lehetek más, és nem tehetek mást, mint amit teszek, ha beledöglöm is. Nem én választottam, engem választottak. Kik? Nem a földiekről beszél, a küldetéséről. Erre a küldetésre nem volt jelentkező. Nem én választottam, engem választottak. Tudom azt is, nem érdemes itt már semmi, de mit tehetek? Helyt kell állanom, úgy kell verekednem, mintha a jövőért tenném. Az pedig nincs, és mégis muszáj. És hiába menekülök az éjszakába, velem jön. Hát megmondom őszintén, ennyi már elegendő lenne az értéshez. És végül azért még egy akad, 264. oldal, hát halála előtt Ady Lajos a öccse felkeresi. 41. születési évfordulóját követő reggel láttam először viszont augusztusi találkozásunk óta. Ágyban fekve, betegen és dúltan találtam. Amikor egyedül maradtunk, suttogva mondta. Borzasztó éjszakám volt. Elképzelheted. A Bibliámat széjjel téptem. Ez közhelyszerű, tehát ezt megint illik tudni, ezt nagyon sokan szokták idézni, hogy Ady összetépi halála előtt hónapokban a Bibliát. És ide nyújtotta a Biblia letépett fedőlapját. Tehát nem az a lényeg, hogy összetépte. Miért tépte össze, és mit írt oda? Mert ezt, akik ezt szokták idézni, hogy ilyen Mefisztó-szerű módon, tényleg, mint a Faustban, Goethénél, meg van írva, így összetépi, tehát leszámol. Nem erről van szó, hanem ebben a vonulatban nem mentünk bele, ő nagyon sok versét tényleg nem ébrenlétben kapja, hanem, de nem is alkoholmámorban, megálmodja. Tehát vannak, visszatér, Bölöni György írja le. Ugyanis arról nem lehet írni, hogy koporson lovagol. Van egy ilyen verse, most nem olvasom fel. Kitalálni nem lehet ilyet. Visszatérő álom hónapokon keresztül. Koporson lovagol. Álombéli fickók veszik körül. Most ezt nem részletem, döbbenetes, hangsúlyozom. Tehát valahonnan, tehát nem én választottam, engem választottak, valahonnan ő kapja azt, amit továbbítania kell. És ez nagyon kemény tétel, egy nagyon veszélyes időszakban. Hát a 20. században mi fog történni? Hát egy évszázadban, háborúkban ennyi ember nem hal meg, mint a 20. században. Halottak élén. Halál rokona. Hát azért attól költő a költő, hogy megérez dolgokat. És ha tudnátok azt, amit én tudom, ezt nem lehet végigcsinálni. Szerinted miért kell a mámor? Nem lehet éppésszel végigcsinálni ezt az utat. Tehát ide nyújtotta a Biblia letépett fedőlapját, melyen ceruzával reszkető betűkkel ezt írta fel. Éli, éli, lama sabachthani. Én Istenem, miért hagytál el engem? És hol mondja? A keresztre feszítésnél. Mielőtt meghal. Na de a dátum az érdekes. Hát egyrészt 1918, ez az adott dátum. Október 23. Na most mit láthatott Ady Endre? Véletlen november 4-én, 1956-ban. Néhányan nem mondták azt, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Amikor gyerekek halnak halált az utcákon. Tehát október 23. És hogy Ady megélte ezt a nemzet halált is, ezt már nem bírta, összetépte a Bibliát. És azért odaírta, Istenem, Istenem, miért hagytál el? Nem őt, a nemzetet. És hát gondolom, tudjuk a stáció járás, ahol a magyar történelem 14 stációnak, aztán a 15. a feltámadás, nagyon érdekes, 1956 pont a kereszthalálnak felel meg. És pont ennek, hogy miért hagytál el engem. Hát el lett, mindenki tudja, cserben lett hagyva, el lett hagyva Magyarország. Na de, lábjegyzet. Tehát nyilván neki ez Ady Lajosnak nem fog összeállni. Hol vannak még ők 1956. október 23-tól? Lábjegyzet. Bejegyzés dátuma október 23-a nyilvánvaló tévedés november helyett. Októberben Bandi még csúcsán tartózkodott. Ady Lajos bejegyzése. Na most, örülök, hogy hát ennyien összejöttünk. A végkövetkeztetés az nyilván most már az idő az semmit nem enged meg, de egy biztos, Ady Endre költészetének magas csúcsai teljesen egyértelműen jelzik azt a sorslátást és sorsvállalást, amitről ő hát tulajdonképpen élő szóba is a maga idejében beszámolt. Köszönöm szépen a figyelmet!